let me go. Oh, camper, camper, my stats were supposed to grow. Gyerek, ez itt a random, annyira nem random, de valahol mégis random, és mégsem random Counter-Strike Global Offensive Stream. Tudom, a CSGO nézők bár megkapták a szerintem abszolút zseniális szupercsapat sorozatot. Egy kicsit ugye el voltak hanyagolva a stream szempontjából mindenképpen, és már régóta ígérgettem egy hétvégi CSGO streamet, úgyhogy most itt is van. Ha valaki nem tudta volna, mi volt ez a zene, ami szólt, az eredeti ugye Britney Spearsnek a Hit Me Baby One More Time című száma, ennek csinálták meg a Counter-Strike-os kempelésre vonatkozó Camper című paródiát, ami... He? Ez így komo... Mi van? Tényleg. Tényleg. Most élek vagy... Drágáim, beírjátok, hogy úristen, elment a hangja! Most én itt nem tudom, hogy van-e hangom, vagy nincs, mert nem írjátok! Egyszerű, hallatszom. Oké, megnyugtattatok. Megijesztettetek. Ha valakinek jobban tetszik, itt az én linkem hozzá. Na igen, szóval egyébként nem 5-en vagyunk, de 46-an voltunk, csak úgy lehet, hogy a Twitch már megint idióta. Szóval a mai Counter-Strike streamen azt fogjuk csinálni, amit az Isaac-es itemkérős körökben szoktunk, hogy én felteszek egy kérdést. És az a négy ember, aki a leggyorsabban beírja a helyes választ a stream chatbe, azok be tudnak lépni a kompetitív csapatba. Ha nincsenek felvéve, nekem Steam barát listára fel lesznek, ha fel vannak már véve, akkor meg behívom őket. Ez lesz a műsor, több a kommentelő, mint a néző. Valójában 49-en vagytok, csak hazudik a rendszer, és remélem többen is lesztek. Mindjárt elárulom, mi a kérdés. Na itt az idő, most vagy soha. Beindítanám a Counter-Strike-ot először, szerintem. Annak meg lehet a maga haszna, nem gondoljátok? Ó, a csodálatos Counter-Strike zene, amit annyiszor hallottam már, hogy teljesen az idegeimre megy. Kicsit már csak el kell rendeznem a képernyő elemeket. Lássam a chatet is, meg lássam a játékot is. És itt van a Counter-Strike. Tiszta nagyszerű. És itt az inventoryban bizony van egy kulcsunk ezúton is. Hálás köszönet Wasabinak, mindenki kedvenc jelenleg zöld kajdockásának, hogy megszponzorálta nekünk ezt a láda nyitási projektet. Itt a láda, amiben mi majd a stream végén beledugjuk ezt a kulcsot.
ez tiszta szexuális tartalom, de nem 18 pluszos, és hirtelen majd varázslatosan nem 9 hónap múlva, hanem egyből ki fog repülni belőle valami, reméljük, hogy valami fantasztikusan szuper remek dolog, és nem egy olcsó szar. Ezt majd meglátjuk. Én nem csináltam ilyet, úgyhogy nem tudom, hogy működik. Ezt majd meglátjuk. Szervusztok, szervusztok. Kulcsszongot kéne nyomni, mi? Nem fogok most. Na viszont akkor következik a nagy és mindent eldöntő kérdés. Úgyhogy pillanat, zöld kulcöcke. Ja, és sárga ládi. Igen, most már tudjátok a sárga ládi titkát. Szóval a nagy és mindent eldöntő kérdés. Legalábbis az első. Doppergés 3-2-1. Mire én ezt meghalljátok, addigra már rég benne lesz a chatben természetesen. Üdv reszet. Íme a kérdés. Hány kört kell megnyerni kompetitív módban az, hogy egy csapat megnyeri a meccset? Természetesen a CSGO-ban, nem mondjuk egy másik verzióban, amiben nem is tudnám, hogy ez hogy működik. Ezt baromi gyorsan megoldottátok. Gratulálok. A helyes válasz tényleg 16. Ott a kajdockád. Hát igen, aki hülyeségeket ír be, az nem fog nyerni. Drága reszettem, te lemaradtál most erről. Item kérős. Oké, elég lesz, megvagyunk most már, köszönjük. Tehát az első négy ember, hadd nézem meg a listán, miközben a Massabi rendkívül ideges, meg sokkal, hogy valamiért nem írta ki a kérdést. Szóval van nekünk bronzi 486-unk, ASD 29 F-ünk, Rondó 77-ünk és Magyar Sátánunk. Ők négyen legyenek olyan kedvesek, hogy rám írnak Steamen, vagy megadják a Steam felhasználó nevüket. Legyen az a biztos, hogy beírjátok a chatbe a Steam felhasználó neveteiteket. És akkor majd be tudlak titeket rakni a lobbiba. Ha valaki nem látta a kérdést, lesz majd következő kör, tehát hogy most ne törjön már ki azért palota forradalom. Megoldjuk majd. Masszabi, nagyon-nagyon-nagyon fel a háborodva. Mondom, írjátok be a felhasználó neveteket a chatbe, és akkor én megoldom a problémát. Értem én, hogy nem volt kérdés nálatok, nem tudom miért nyomtatott nagybetűs emberek. De ennek az lesz a vége, hogy ennek az lesz a nyugalom, és Hersz is itt van. Ennek az lesz majd a vége, a következő körben újra tudtok próbálkozni, tehát hogy ne legyen már ekkora palota forradalom ebből. Léci, léci. Van nekünk Rangerünk. Hát te itt vagy, igen. Soha nem volt 3-kor stream, 2-kor szokott lenni. Valaki még tartozik nekem a user nevével, azt hiszem. Nyugalom, több kör is lesz, mindenkinek lesz lehetősége arra, hogy itt bejusson a rendszerbe. Én sem tudlak felvenni. Aha, azért nem tudlak felvenni szerintem, mert csak free-to-play játékaid vannak, úgy meg nem működik a dolog.
hogy nem tudlak felvenni, és te se tudsz engem felvenni. Hát akkor az lehet, hogy a te helyedet újra kell kiosztani. A mikrofonodat úgy tudod elnémítani, jobban sorsolod. De jobb, ha beírom ide. Kezelhetetlenné tettétek a chatet egyébként, hadd gratuláljak hozzátok ezúton. A Rondó kolléga él még? Ja igen, itt írta a felhasználó nevét. Akkor mindjárt megkeressük őt is. Na igen, akkor szerintem egy hely kiadó, mert sajnos. Ha fel tudsz venni, vegyél fel. Akit fel tudok venni, az... A sárga ládát a stream végé. Úristen, mit követtem el. A ládát a stream végén fogom. Pillanat, és megtaláljátok a linket. Nem gondoltam át, hogy mekkora problémákkal fog ez járni. Legközelebb kérlek titeket, hogy kicsit nyugodtabban kezeljétek a tényt, hogy valakik bejönnek. Itt vagyok. Nem tudtalak felvenni. Ranger kolléga, nem tudtalak felvenni. Mert nincsen megvett játékot Steamen, és úgy nem működik. Vagy ez nem te voltál, akinek ez? Több mint egy éve voltál online állítólag. Nem kaptam semmit. Komolyak az indulatok, azt én már látom. Nem sem tudok téged felvenni ezeket. Nem tudom, mi a probléma akkor. Akkor az lesz... Azt hiszem, de nem tiltottalak le. A kb. Spyro szintjén játszol, az rémes, akkor... Én téged... Úristen emberek, mit követtem el, hogy ennyire... Megnehezítem a... Pillanat türelme... Meg kell találnom a felhasználó neved. Na. Egy rosszabb esetben kiírok egy új kérdést. Error Edding Friend. Valamiért nem tudok adni senkit barátnak, most úgy tűnik. Ami fura. Mert biztosan nincs a barátlistán, mert most kezdtem el kiírtani róla az embereket. Na jó, akkor próbálkozz meg egy új kérdéssel. Nem tudom, hogy ha le vagy tiltva, akkor azt nekem miért nem írja ki. Tehát, hogy... Illetve, hogy ha le vagy tiltva, akkor egy miért, kettő, hol csinálom vissza. De majd mindjárt megkeresem. Előszokott fordulni, akkor rájöttem, hogy másért kell levenni az embereket a barátlistáról, mint hogy letiltani őket. Na jó. Oké, akkor új kérdés következik a maradék három helyért. Doppergés. Viszont ki kell találni egy új kérdést. Hmm.
Jó, azt, hogy ők csinálják, aki az eredeti brigádból be tud jutni, az bejön, aki nem tud bejönni, annak meghozunk újat a helyére. Úristen! Vassza virádás, el is baszta. Mit? Köszönjük, elég lesz. Elég lesz egyszer. Nem, tudjátok mit? Tudjátok mit? Tudjátok mit? Nem gondoltam én ezt át. Abszolút nem gondoltam ezt át. Így kérném mindentől kezdve. Közben megpróbálom, aki a régi brigádból belefér, azt én behozom. Ezt szeretném majd kérni. Szörnyű ez a késleltetés. Gyűlölöm. Én itt most rendkívül szenvedek azzal, hogy ezt megpróbáljam megcsinálni. Egyelőre... Mint észrevettük, nem sok sikerrel. Illetve egyáltalán tudom, mi történik, tekintve, hogy nem tudok bemenni a chatbe. Húsz percre szerencsétlenkedünk, igen. Jó, akkor tudjátok mi? Az lesz, hogy mi ezt a kört most elkezdjük. És a következő kört megcsináljuk normálisan, mivel úgy látszik, hogy én is elbénáztam ezt. Az emberek felét valamiért nem tudom hozzáadni, de ami a legrosszabb, drágáim, hogy ti teljesen, és komolyan mondom, hogy teljesen ráizgultatok erre a dologra, ami abban a szempontból kurva szar, hogy látjátok, hogy esélyem nincs kezelni. Egyszerűen esélyem nincs. Úgyhogy akkor most játszunk egyet, és aztán utána újra próbálkozunk. De őszintén szóval, nem hoztátok meg a kedvem ehhez a módszerhez, úgyhogy lehet, hogy más kell kitalálnom. Ezt a problémát majd megoldjátok. És akkor, amíg itt warm-upolunk, addig szeretném még egyszer elmagyarázni, hogy mi történt most, illetve mi lesz majd. Kezdjük ott, hogy szörnyű a késleltetés, mert konkrétan a chatbe kell beírogatnom, hogy meg tudjam nektek mondani, mi itt próbálok csinálni. Kettő. Ez a Steam barátlista egy kalap szar. És ellehetetleníti azt, amit én most csinálni próbáltam. Hello. Wow, lévővés volt. Nem voltam teljesen véletlen. Három. Nagyon nehézé teszitek ezt azzal nekem. Tényleg nagyon nehézé, hogy miután megvan az a négy válasz, amit én kérek. Utána még 27-en beírják a választ, az, hogy nyilván értek, próbáltok beírni, és nem vettétek még észre, mi van, ez oké. Okay. Utána viszont a fél brigád megbolondul, a fele nem kapott kérdést, a fele sirálykozik, hogy nem kapott kérdést, a fele szeretné, hogy ő kapja meg a helyet. És így nagyon nehéz közben nekem, ne felejtjétek, hogy van egy fél perces kényszerű késleltetésem. Ezzel együtt leszervezni azt, hogy aki be tud jutni, már ha be tudom rakni, ami valamiért nehéz, és nem tudom, hogy miért az, mert azt hittem, ez a világ legegyszerűbb dolga lesz kávé. Nem már, hogy a negebb legyőzte a P90-t. Szóval, igen, tehát a következő alkalommal kérlek szépen titeket, hogy
ne nehezítsétek meg azt, hogy megpróbáljam ezt összerakni, mert mint észrevettük, ugye a technika ördöge sincs velünk szokás szerint, és ehhez már csak tényleg azt hiányzik, hogy ti is megbolonduljatok. A kajdosz emberek tényleg arra vannak, hogy ezzel kezdjenek valamit. Úgyhogy... úgyhogy azt én tényleg megcsinálom, hogy... Hersz jegyében... majd... tényleg, ha Reszel drága igazán kioszhatnál egy-két timeoutot, de már te is, téged is úgy látszik elkapott a zöld kajdockások átka. Miszerint, hogy inkább státusz szimbólum, mint moderációs eszköz, minket itt közben brutálisan kinyírtak. Innentől kezdve, tehát légy szíves. Itt vagytok 57-en, ebből megkockáztatom, hogy minimum 45-en szeretnétek velem játszani, míg ugye már most megmutatja nektek, hogy lehetetlen, hogy mindannyian játszotok velem, sajnos. Úgyhogy próbálok itt valami normális megoldást találni. Ezt a kérdésest itt én is elcsesztem, viszont legyetek olyan drágák, hogy nem teszitek nehezebbé, mint amennyire ennek lennie kell. Ups. Az egy csapattárs. Ó, itt van egy némított M4 itt lent valahol, én azt nagyon szeretném megkaparintani. Belehalok abba, hogy én ezt megszerzem? Egyelőre nem. Valaki van fölöttünk. És ez most kínos lesz. Ó, de akad ez az ember. Ó, flashbang. Segítség. Nem megy a timeout? Megint? Még mindig? Miért mondja, hogy mögöttem, amikor nem volt mögöttem senki? Azt mondja, behind you. Megfordulok, és akkor már tényleg behind me, és hátba lőnek. Nem tudtok moderátor? Nem tudtok moderálni? Hadd próbáljam ki, nekem sem egy. És nekem sem egy. Szörnyű. Akkor visszavontam az előző kritikát irányotokban, elnézést kérek, moderátorok. Nem értem, miért nem működnek a moderátori funkciók nagyjából másfél hete. Megfordult a fenn, hogy nem Twitch-el kéne streamelni, azt kérsz. A fejedre céloztam, te miért nem haltál meg? Na végül. Ah, azt mondta senki, hogy van ott még egy. Viszont így kettő az egy ellen vagyunk. Vagy hát vannak, mert én már nem élek. Közben nem volt még CSGO stream, amióta én az... Áh, szerencsétlen hülye gyerek. Amióta én az X-Splitben ökörködtem, remélem értékelitek a videó alján futó izgalmas pro tippeket. Nem is tudtam, hogy az M4-ra is van ilyen Urban DDP AT skin. Ezen még talán nem is néz ki olyan szarul, mint meg az összes többi fegyveren. Kicsi kockán. 55 másodperce. Trollok mellé álltak a fogai moderátor istenek. Eldobható eleken lehet-e moderálni? Azt most nem tudom neked megmondani, mert be kéne jelentkeznem elekbe, amit nem tudok most megcsinálni a mostani streamem közepén, de emlékeztes, hogy teszteljem le, ha itt végeztünk. YouTube stream az még szarabb, sajnos azt tudom, de én a Ustreamre, meg livestreamekre, meg ilyenekre gondoltam. És most lövik fejbe. Nem, még nem. Én a helyében, igen, nézném azért azt az ajtót. Hát az AWP az ugye, vagy AWP, ahogy érted, kimondanád a hangot. Vagy AWP, ugye AWP angolul. Egyes kultúrákban lehet AWP, de én annak nem vagyok híve. Ez egy kicsit béna megoldáson. Twitch aimbot? Mi ez a Twitch aimbot? Twitch-en segít lőni? Nem, az a más. Mubot, Nightbot, a chat, a moderálásban segítő izé, meg az ugye nem hiszem, hogy nekünk segítene itt most. AVP, hát. A másik mondani valóm ehhez, hogy nem tudsz bejönni.
Azért nem tudsz bejönni, mert ez egy kompetitív játékmód, ergo, de nem lehet behívni embereket a kör közepén, de hát ha ezt nem tudod, akkor nem biztos, hogy baj, hogy nem kerültél be. De majd teszünk ezzel még egy-két próbát, közben magamban filózom, hogy lehetne ezt értelmesen megcsinálni. Az egyik ezzel, mert tényleg, hogy a Steam profilinket beírjátok. És akkor én, nekem nem kell... Hello! Viszlát! Én fejlik ez a pálya sokkal könnyebb counter-terrorist-ként. Ó, itt is van egy ilyen fegyver, de jó, imádom az ilyen fegyvereket ellopni. Segítsünk a terroristának, de így látom, nem kell egy segítség. Épp a bombát rakja le, úgyhogy valamit nem tudjuk, biztos jól csinál. Ő beáll a doboz mögé, ami mögé jön szerepe, és nyertünk egy kört. Ez jó. Aki beszél, az egyrészt nem hozzám beszélt, mert már meghaltam, hanem az egyik játékos. Let's go, my brothers. Következő körben azt fogjuk megpróbálni, hogy mindenki berakja a Steam profil linkjét a válasz mellé, és akkor utána nem kell kérdezősködnöm meg ilyen mindenféle, hanem megpróbálom megoldani a dolgot, oszt, kész. Egy counter-terrorista kevesen. Itt nagyon sok zaj csak valaki mögöttem, úgyhogy... Ah, megkaptam az assistot, akkor az ember ott már nem él. Még hárman vannak. Ebből kettő minimum áll el. A harmadik nem tudom hol van, mert csapattárs flashbangjének lettem áldozata. Már, de neked nem kéne élned, de már nem is élsz. Ó, és valaki kinyírta ezt az embert, aki engem itt oldalról próbált megölni, nagyszerű. Kapunk plusz pár száz dollárt? Majdnem kaptunk, de nem kaptunk. Örülök, hogy végre van valaki, aki értékeli a tippeket a játékról, ja? Szervusz Gergők, még egyszer köszönjük a Bravo Coint. A szuper csapat jövő héten a Pont Agency-n fog játszani, úgyhogy nem biztos, hogy ezt most el akarom lőni. Mert arról már felvettünk egy videót. De majd valamelyik, lehet, hogy előszövek egy-két Bravo pályát. Oké, itt van alattam. Itt volt alattam. Hárman vagyunk egy ellen. Hát, ha megoldjuk. Szerintem itt lesz valahol. A bombás ember külön utas politikát fog. Hát tényleg itt van. Én ezt az embert lenémítom csak azért, mert inkább én beszélnék, mint ő. Na vajon nézzük, megnyerik-e nekünk ezt a kört? Magyar sátán kolléga. Lőj! És lő! Na igaz, azt mondja, hogy olyan rossz, mint Spyro. Dehogy is, hát Spyro nem öl meg embereket, ő meg igen. És ő egyelőre még nem váltott ki bennem teljes ideggörcsöt a viselkedésével. És ez tiszta jó. Szerintem. Ha valakinek van kedve meggooglizni, hogy miért nincsenek Twitch moderátori funkciók, akkor azért hálás lennék. Már hát, ha mit tudom, hogy ez egy ilyen elterjedt probléma, és van rá valami megoldás, vagy megmondják legalább, hogy meddig lesz, vagy valami. Ó, egy sniper jó mikát részett. Sok a vér a falon, de nem elég. Ne állj be elém, szerencsétlen! Mondjuk legalább elég ezt a munkát. Na, ott még másik ellenfél is, az a gáz. És eddig egész jó munkát végzett, de aztán véget vetettem a jó munkájának. Egy maradt közülük, úgyhogy én megkockáztatom, hogy megközelítem ezt a bombát. Ó, ez egy szar ötlet volt. Csapatás. Köszönöm.
csapattársaim segítettek, kedves tőlük. Fú, majdnem meghaltam, de csak majdnem. Jobb klicc. A kedvenc let's play-em a szuper csapat, de ezt tudod, jó? És a sárga ládit azt nem trédelem, hanem a stream végén konkrétan kinyitom. A Baszabi által oly nagy lelkűen szponzorált kulcsa. Fenében nem lett meg a hőn áhított fejlövés, és jönnek utána. Ez az én bujkáló helyem. Ó, az a gránát nem fog fájni, jó. Lejönnek? Nem tűnik úgy. Egy kéne abban bíztam. Azt hiszem, még két oldalról leszek megtámadva. Ez béna volt nagyon. Igen. Ezt sokkal ügyesebben is megcsinálhattam volna. 4-4 eddig nem is rossz állás ezen a pályán. A negyedik rész az jövő héten lesz. Jövő hét péntek. Tegnap volt az előző. Szerintem nem volt rossz. Tört, annyira nem is játszom rosszul. Ahhoz képest, hogy este 8-kor keltem, úgyhogy lassan már fellövik a pizsamát. Majd ilyen kifordított nap. Ahhoz képest nem is játszom rosszul. Hé, haver, itt vagyok, fordulj meg, inkább ne fordulj meg. Azt a rohadt, igazán ki kellett volna nyírnom. Helyette ő nyírt ki engem. Meg mindenki mást. Rafael azért nyomokban Spyro-t tartalmaz, ha igen kérdeztek. Ez dehogy team-ebb, Hersz, ne szórakozzál velem, ez az egyik legdurvábban C-team-ebb. Ne szórakozz velem. Még top szinten is. Pláne a mi gagyi szintünkön. Be safe. Let's go, my friends. Nem talált... Fogd be a pofád! Köszönöm! Na, egyikünket már el is vesztettük. Másikunkat is. Úr... Újabb ember fog a névi tólistára kerülni. Dugd ki a fejed. Dugdod ki a fejed, nem erre jöttél. Viszlát! Agyon lőj a sniper, amíg itt jövök felfelé. Élek szerint nem. Ah, 76-ot azért. Ez illetően ez is megölnöm. És ezzel hadd némi csak egy gyorsan még egy embert mielőtt tovább üvöltözik. Tudnélik. Mások üvöltözése nem feltétlen. De CSGO videókban én üvöltözöm, és általában Spyro miatt. Ne, az nem biztos, hogy érdekes, hogy egy random ember üvöltözik nekem. Dehogy team-ebb. A következő szupercsapat videóban az Agency nevű pálya lesz. Azt a rohadt! Hát ez tömeggyilkosság volt. Mindkét csapat komoly veszteségeket szenvedett. Mr. Banán itt ül a doboz mögött. Nem sebesült meg a gránától, ott volt az ember az ajtónál, és sikeresen kivégezte. Miközben Robert megszabadított minket a csapat reménybeli vagy önjelölt Spyro-jától. Miközben Banán úr meg végzett a sniperrel. Ketten vannak egy ellen. De most már csak egy az egy ellen, mert úgy látszik fogalmuk nincs, hogy hol az ellenfél, de szerintem ő ott lesz valahol, pontosan az orra előtt. De lehet, hogy tévedek. Jó sok zajt csak, mert ez egy nagyon professzionális taktika. Jól látható az ajtó részből, de szerintem észrevette az ellenfelet. Észrevette. Izgalmas tűzpárvaj, és diadal. Nagyszerű. Mirror's Edge 2-ből lett fejt. Őszinte szóval egyen sem játszottam. És nagyon nem foglalkoztatott a dolog.
Nem tudom, nem gondoltam rá. Hogy általában, ha észrevetted, nem az a Let's Play-eim kiválasztásánál a lényeg, hogy ez egy most kijött népszerű játék legyen. Nem gondoltam rá őszintén, szóval tettem meg lehet, ha valami nagyon jót hallok róla. Ezen a streamen lesz a CSGO. Hát, lehet, hogy lesz. Még nem tudom, most éppen a Counter-Strike Klopál Nyofenshuv nevű orosz klónt játsszuk, de lehet, hogy valamikor előveszem az eredeti CSGO-t is. Viszlát, Sniper, neki nagyon meg kellett volna engem itt ölni, legyünk őszinték. Nem megyünk át Elekre, csak macer van vele. Közben nyertünk. Elekre át kell jelentkeznem, senkinek nincs ott zöld kajdockája, akkor azért siránkozna mindenki. Meg lenne a maga bája, hogy kimoderáljak néhány embert, akinek kurvára kéne némi moderáció. És akinek nem inge, ne vegye magára. De előbb-utóbb remélhetőleg rájövök, hogy mi ez. Szerintem azt fogjuk csinálni, hogy utána körután egy ilyen pár perces szünetre bomlok, amíg megpróbálom ezeket a problémákat orvosolni, aztán pedig teszünk egy újabb kísérletet arra, nagyon naívan, hogy egyénél több nézővel is tudjak játszani. Örülök, hogy itt nem haltam meg, mert azt se tudtam mi merre hány méter. Sehol egy ellenfél az orrom előtt. Ó, itt hallok valakit, nem, ott hallok valakit. Én maradok ennél az ajtónál, mert ez vicces. Miért megy ához, amikor a bomba beérél van? Azért, mert hülye. Don't, just go, I'm not there. He's gonna press the door? No. És most már tudják, hogy itt vagyok. Oh! Ez nem volt egy rossz lövés. Örülök, hogy nem engem nyírtak ki. Ha bent osztottam ki neked Steamen, azt őszintén szóval nem tudom mikor és hogyan csináltam, de majd belenézek a problémába. Elnézést azoktól, akiket így most, hát így kiszivattam abból, hogy beszálljanak ebbe a körbe, majd emléküket örökké a szívünkben őrizzük, és majd valamikor valamilyen formában kárpótolom őket. Ez az lesz, hogy a következő CSGO streamre majd lesz valamikor, jó előre felkészülök rá, hogy lehet kapnak, mit tudom én, egy szuper csapat meghívás, még majd kitalálom, mit csináljak ezzel a kellemetlen helyzettel, amit itt most kialakítottam. Elég komoly sznájpolás zajlik. Oh, flashbang. Aha, ezt szerettem volna megcsinálni, közben mögöttünk fog jönni valaki. De a csapattársam azt nézi, inkább ide bámulok. És jó munkát végző. Az utolsó is ott van. Nézzük, meg tudom-e kerülni? Hát, max a hulláját tudom megkerülni, ugyanis mindenkit kinyírt. Nagyszerű. Itt vannak, amikor lesz kérdések, ez az. Valószínűbb, hogy úgy fogom megoldani ezt a problémát, hogy a következő CSGO szíve. Szervusztok! A P9 Team lett volna, ezek már nem élnének, de nem fórom volt. Valószínűleg az lesz, hogy azok, akiket most nem sikerült ebbe a körbe beraknom, azokat majd a következő CSGO stream elején automatikusan kérdés nélkül behívom egy körbe. De szuper csapatot nem adják ingyen, az egy kicsit elhamarkodott felajánlásot, még ne feledjük, azért mégiscsak megvan a magunk ötfős brigádja, az hoppá, magyar sátán majdnem fejbe lőtték hátulról.
Nem biztos, hogy én ott kinézzék a helyedben, mert ott egy sniper, de kinéztél és meghaltál. Nézzük, 2-1 ellen, Ninja Turtles Master Splinter megoldja a problémát, hát már csak 25 életereje maradt, úgyhogy nem vagyok benne nagyon biztos. Látom, mit csinálsz, reszet, és értékelem a szándékot. De OST 29 F drága, én... Wow, gránátfél, nem volt rossz. Ez tiszta, ez az ember a gránátkomba kell. Kell nekünk a gránátkomba. Így megjegyezni, hogyha tudnék moderálni téged, mert kimoderáltalak nagyon keményen, úgyhogy egy picit talán fogd vissza magad is. Örülj, hogy nem tudod moderálni, mert szerintem nem éljük az egyetlen, aki ezt megcsinálta volna. Vegyünk egy 5-7-t meg egy gránátot, és gyilkoljuk fel a fél ellenséges brigádot. A szuper csapatosokat, hát a legtöbb az Light az egyetlen, akit nem így a YouTube-os Let's Play-elés során szereztem meg ismerősként, de a többiek csak online erre a célra kiképzett vagy megszerzett emberek. Hello haver, ne próbálj meg elszaladni. Áttörtek az első védelmi vonalunkon. Ez nagyon kellemetlen helyzet számomra. Meg a másodikon is. Valaki alulról jön, az szar ügy. De ott van még valaki, és nekem arra kell figyelnem. Flashbang! Kidukad a fejed? Jönnek ezek mindenhonnan. Itt is lesznek. Tudtam én, hogy ott leszel te. Van még 10 lövedékem, nincs időm újra tölteni. Nem lett volna időm újra töltem, az ott van az egyetlen esélyem, hogy gyorsan odaugrom hozzá és leszúrom, aztán valami csodát teszek, de kicsit túl messze voltam hozzá, még kicsit túl sok lövedéket pumpáltak belém. Mondom, ennek a körnek a vége, megpróbálok rájönni, hogy miért. Igen, most moderáljátok magatokat, Reset nagyon jól mondja. Na, kérem szépen. Egyel kevesebb. Én beszeretnék nézni oda, de félek, hogy abba belehalok. Dugd ki a fejed. Nem, arról nem volt, hogy lőj is rám. Senki nem mondta neked. Ah! Segítség. Segítség, fennakadtam egy emberen. Tudod, hogy még élek. Random flashbang is random. Szerintem itt van valaki. Elég sok léptet hallok. Hello! Neked nem kellett volna visszafordulni. Kamu message deleted, értékeljük. Banán úr, nagyon meglepne, hogy ezt megnyernél. Csak nem a képességeit vitatom, hanem csak a 2-1 ellen és 15 életerőm van. Legalább a fegyverét elvileg megőrzi. De nem, most lelövik. Érzét leadott pár, viszont óvatossági lövést, én megint spórolok egy kört. Nézzétek meg ezt a szép pisztolyt, amiben minden reményemet vele fogom vetni. Tenni. Mit csinálsz reményel? Minden reményemet. Úristen, nem, de szörnyen ostobának érzem magam. Ott vannak bent.
Gratulálok magyar sátán kollégának. Meg neki is, hogy volt olyan béna, hogy meghaljon. Az ott nem egy terrorista, nagyszerű. Itt vannak terroristák. Meg itt nekem egy ingyen fegyver. Bár így Galil, úgyhogy nem árultam el. Te ki vagy és miért erre nézel? Azért nézem, mert van 5 élet erőd. A kollégámat megpróbálnám megbízni az, hogy ott azt a másik embert. Ezt nem csináltam különösebben ügyesen. Dugd ki a fejed. Úgy van, mind a kettő. Itt a másik mit csinált? Stream fel lesz YouTube-on. Reszetelem magam. Na jó, most már tudok venni cuccokat, úgyhogy veszek is. Ne felejtjétek stream végén. Majd nyitunk ládát. Már van fegyverem talán. Hello. Véletlen elővettem a kést. Esküszöm, nem volt szándékos. Az egy csapattárs. De ő is belém lőtt egyet, úgyhogy jók vagyunk. Már megint legyen lő. To from their base, out from their base, getting behind. Igen, szerintem jobb, ha én erre jövök. Exactly. Vajon lentről jön-e majd valaki? Még nem tudjuk. Aha, a válasz erre kérdés egyértelmű igen. Meg arra is, hogy tudok-e, arra, hogy tudok-e célozni, a válasz egyértelmű nem. Egy közvetlen alattam volt, és erre csak most jöttem rá. Rafael, hagyta, hogy elmenjen. A bomba B-nél van tehát. Nagyon nagy zajt csap, mert miért ne? De magyar sátán is nagyon nagy zajt csap, és hülye irányba fordul, és nyom egy Spyro-t, és pillanatokon belül megfogta. Ott van! Wow, nem nyom egy Spyro-t, hanem hatékonyan és ügyesen legyilkolja az ellenfelét, és megakadályozza, hogy lerakja a bombát. Hát beszarok, hogy ilyen van. Nézzünk, pöngészünk izgalmas statisztikákat. Master Splinter, nem rossz. Mögötted. Ezért nem volt azért rossz próbálkozás. Meghalt a chat, őszintén szólva, amilyen produkciót itt sokan idehánytak elém, nem baj. Nem vagyok formában, 13-13, annyira nem rossz az. Nyom egy Spyro-t, igen, ez most fogalom, mert... Budapest Defender vagyok? Nagyon fogom, hülyén fogom érezni, amikor fejtől fejbe lőnek. Ó, de ügyes vagyok. Vagy legalábbis szerencsés. Látok én ott valakit. Oh, nem igaz? És megölt még egyet. Gyerünk! Nagyszerű. Befejeztem, amit én elkezdtem. Don't drop on stairs. Ez egy kicsit káosz stream, ez egy kicsit káosz ilyen. A játék is káosz, és magyar sárták kolléga megnyeri nekünk a kört. 10-10. Egy kicsit kaotikus a stream, ezzel teljesen tisztában vagyok. Rég streameltem CSGO-t. Azok azt, hogy ti reagáltok azokra a dolgokra, amiket mondok. És eltelt vagy 20 másodperc, és már nem tudom, hogy mit mondtam. Ez a világ legnagyobb szarság, ez a készletetett chat. Szörnyű. Szörnyű. Hello, haver. Hát ezt nem hiszem el. Általában egyszer nem találtam el, ami hazugság. De legalább magyar sátán kolléga megoldotta, amit én elkezdtem. Megint elfoglalta a kedvelt kemping helyét.
3 a 3 ellen. Ó, újra költni közelülnek rá, az ritkán jó stratégia. Rafaelről nem nézem ki, hogy megöl 3-at. Még akkor sem, ha az Almighty P90-t használja. Igen, Jeló, mi reagálunk arra, amit modnasz, vagyis mondasz. Gyerünk, Rafael, tegyél csodát. Nem fogsz, de tegyél. Elvárom. Gratulálok. És most megint spórolásra kényszerülök. De fél az alagút védén a láda, amihez a kulcsot Wasabi bocsátotta rendelkezésünkre. Oh, hello! Ó! Oh. Nézd már, megöltem valakit. Pisztolya. Hoppá! Ott meg szintén megöltek egy-két embert. Ó, úristen! Ezen az oldalon kivégezték a védőinket. Itt jön alattam, igaz? Újra tölthetek, mielőtt ide érsz, köszi. Hát ez nem igaz, azt hittem fedezékbe tudok húzódni. Súlyos tévedés volt. Valaki ott szalad, a végzetébe úgy látszik, és minden szem a mi emberünkön van. Késletet egy chat azért van, mert a Twitch úgy gondolta, hogy kicsit úristen, össze-vissza forog, mint a búgó csiga. Kedvenc CSGO pályám az alappályák közül valószínűleg az Inferno. De én nagyon bírom, hogy például az Agency kinéz. Én nem tettem be késleltetést a streamre, a Twitch módosította a szerver beállításait, ergo minden stream késleltetve van, ha tetszik, ha nem. És ez katasztrofálisan szar. Ez egyik kolléga már itt jár, és ki is fog, ha ja nem, hát belevesz, agyonlövöm a levegőben. Nem fogok hármat egyszerre kiírni. Figyelj, tudjuk mindannyian. Hello! Hát! Elég tudtam, hogy jön. Átrakni valóban a streamet tesz jelleggel, kéne egy új felhasználót csinálnom, stb. Lehet az lesz, hogy fogok egy próba streamet tartani majd valamikor, mint a régi szép időkben, ilyen technikai tesztet, de az nem most lesz. Most ezzel kénytelenek leszünk együtt élni. Meg valószínűleg azzal, hogy veszítünk. Hát zseni vagyok. Ösztönös tehetség ezzel a pisztolya. Harmadik ösztönös tehetség egy megmozdulás, nem volt. Tudom, hogy erre akarsz jönni. Tudom, hogy szíved minden vágy, hogy erre jöjj. Elvitte a bombát és lerakta B-re. Beszarok. Jó, mielőtt én oda mennék, valamelyik fegyvert ellopom. Mondjuk, hogy a P90 jó lesz. Én itt lopakodok, de ez az ember annyi zajt csap, mint egy tehén. Úgyhogy hiába lopakodok. Itt egy cipő, azt nem tudom diffúzolni. Hol a bomba? Hát ez elég az. 93-at delelőttem és fejbe lő a P90-val, beszarok.
Hát ez nem igaz. Ja, és az ember közben ott már tűzharcban volt, tehát a többieknek nem sikerült hetet bevesebezni. Meg kellett volna találnom a gombát, az diffúzóan, de kész. A Twitch aimbot, ami nem aimbot, bár lehet annak kéne neveznem. Capslockolás kinyírna végül, és meg lenne maga értelme. Rakjam be a chatet a képbe? Miért? Hogy elpusztítsam a nézőimnek az agysejtjeit? Hogy visszaolvassák ezt, amit itt produkáltatok. Hello? Inkább nem. I'll fetch the youngsters. Oké, valahol ott van. Ott volt? De lelőttem. És meghalt. Én meg még élek. Hurrá! Gondoltam, de kettőt megölöm, csak egyet sikerült. Oh, az a shotgun tönkretett minket. De egyébként az ilyen meg elmebeteg boltos. Mennyire igaz, és ez tényleg egy rohadt elmebeteg boltos volt, amit csinált. Hogy nem jutott eszembe? Legkézenfekvőbb poé, mint az volt. Banánunk meg tök rossz helyen van. Már egy élő banán már önmagában a tudomány és a természet csodája. Úgyhogy a tény, hogy nem olyan jó Counter-Strike-ban, mert többnyire van egy élmény nekem. Annyira nem rossz, tehát hogy még így is eléggé megdöbbentő. De egyébként minden ilyen megjegyzésem, érted, amikor, hogy értitek, amikor például a chatet anyázom, vagy valami, akinek nem inge, ne vegye magára. Kész. Nyilván, aki nyomtatott nagybetűvel kezdi, ponttal fejezi be a mondatát, és értelmes dolgot ír, amire veszem is a fáradtságot, hogy válaszolok, mert olyan, az jól csinálja, amit csinál. Aki megmondjuk, fasságokat ír folyamatosan, az nem csinálja jól. Ilyen egyszerű. Az egy flash gránát volt szerintem. Hello? Hogy nem lőttem le? És na, harmadik ember már megoldta. Már van, aki án van. Hát és ezt elcsesztük orbitálisan. De jó kör volt. Ez az ön is köszönet Magyar Sátánnak a közreműködésért. Nem nyomott egy Spyro-t, nem lett utolsó. Az a baj, hogy most ezeket játszani fogom, nálam alacsonyabb szintű emberekkel leszek összerakva, és úgy le fogok menni Gold Nova 1-ről, hogy annak a Yellow Rambo, értelmes dolog nagybetűvel kezdve és ponttal befejezve. Végül is igaz. Na jó, akkor most azon gondolkodom, most tartunk akkor egy rövid szünetet, addig O Camper Campert hallgatunk, én pedig megpróbálok rájönni arra, hogy miért nem tudunk moderálni, és aztán kitalálok valami jobbat arra, hogy hogyan disztilláljuk őszintén és helyesen a CSGO lobbyba bejutó nézőket. Innen folytatjuk pillanatokon belül, ne menjetek sehová, még több Counter-Strike és a stream végén láda nyitogatás, amiben ki tudja, hogy mi lesz. Oh,
dead is you. Your flashbang got me blinded. Oh, lousy camper, my stats, they were supposed to grow. Your headshots changed my mind. Aggasztóan megtetszett ez a Camperos dal, nem tudom, hogy vagytok vele. Na szóval akkor most következik az, hogy újra megpróbáljuk ezt, hogy az előbb orbitális kudarcot vallott. Mégpedig azt, hogy a stream chaten felteszek nektek egy kérdést. A válasz mellé beírjátok a Steam profil linketeket, azt úgy éritek el, hogy megnyitjátok és jobb egérgomb oldal linkjének másolása. Bemásoljátok, az első 4 helyes válasznak a profilját felveszem Steamen barátnak, és meghívom őket. Remélhetőleg most menni is fog. És mert már reset látom, beírt egy 16 és 3, 60-szor egymás után. Komolyan mondom, ha valaki nyilván reszett hülyeségből csinálta azért, hogy több ennyi szer. De komolyan kérem, ne írjatok be válaszokat előre, mert így is kezelhetetlen, ami ilyenkor történik. Úgyhogy tényleg, ha valaki idő előtt válaszol, akkor azt nem veszem figyelembe. Pont ezért. És hogy ne legyen az, mivel ugye késleltetve van ez a rohadt chat, azt fogom csinálni, hogy én most elhallgatok, megint megszólal majd a Camper dal, jobb ilyen, és amíg a Camper dal szól, addig én a chatben irkálok. És az legyen az érdekes, amit én ott irkálok. Jó? És aztán visszatérek hozzátok, ígérem. Ez a rohadt késletetés borzasztóan megnehezíti ezt. I had a flashbang that I was supposed to.
let me go. Oh, camper, camper, my stats were supposed to grow. És akkor ezennel vissza is tértem, ez most sokkal gördülékenyebben ment, mint az előző, aminek örülök, elkezdtem kiküldeni a meghívásokat, úgyhogy vissza is kapjátok a Sziasztok képernyőt. Lesz nekünk egy Mr. Chickenünk, lesz reset és wasabi, úgyhogy nem fog kitörni a palota forradalom, aminek örülök. És negyedik embernek pedig akkor most már felfogtam, mi volt a probléma, Gredit is behívtam, vagy legalábbis küldtem neki barát meghívást, de egyelőre nem kaptam vissza tőle a jelzést. Életjelet, úgyhogy egyelőre nem sikerült őt behívnom, reméljük, hogy pillanatokon belül előkerül, mert különben akkor hamarosan jön. Nem volt rossz egyébként a teljesítményed, Magyar Sátán, szerintem rendben volt. Na, reset behind you az ugye wasabi, ha nem tudtátok volna, és akkor ilyenkor lenne jó, hogyha előkerülne, és jön, nagyszerű, Hulk vagyok. Hát nem, néha így meghűl, remélem most így jobb, egy kicsit, hát de megpiszkálom a mikrofon, nagyjából ennyi az összes dolog, amit tenni tudok. Na akkor hamarosan érkezik az ötödik ember, az ötödik hadosztály, és akkor vegyük ki azokat a pályákat, amikkel... Kicsit megváltoztatom a pályát, tehát a bravós pályákat nem akarok most még berakni, mert szerintem a játékos társaim nagyjai nem ismerné őket. És szóval kiveszem azt a pályát, ami már volt, ami pedig a Dust. Még azokat a pályákat is berakom, amiket utálok, úgyhogy a Vertigo és a Train egész pontosan. Na és akkor mindjárt öten leszünk. És akkor, és öten is vagyunk, úgyhogy kezdjük a keresést. Na, aminek nincs hangja, az a CSGO, ezt a problémát itt és most orvosoltam. Úgyhogy, hurrá! Hálásan köszönöm nektek, hogy ezt most sokkal civilizáltabban sikerült megoldani, mint az előzőt. Köszönöm szépen, ha valaki most nem tudott bekerülni, majd bekerül legközelebb, úgyhogy... Úgyhogy, no para, ugye, hogy mondani szokás. Facecamet nem terveztem soha. Minek? Mit ad hozzá? Sőt, pont hogy elvonja a figyelmet, ha most miért néznéd az én fejem a jobb felső sarokban, amikor érted, egy játék tartalmát próbálnám átadni. És mint már mondtam, nem veszek fel embereket Steam barátlistára most már csak úgy, mert túl sokan vagytok hozzá egyszerűen. Úgyhogy az lesz, hogy akikkel nem érintkezem rendszeresen Steamen, azokat el is kezdtem levenni nemrég. Nem haragból, hanem mert egyszerűen nincs hely, meg szeretném a Steam barátlistát arra használni, hogy... Érted, azokkal beszéljek, akikkel érintkezem is rendszeresen. A drága nézőimnek azt tudom ajánlani, hogy a Reddit oldalunkon írjatok nekem, mert azt előszeretettel olvasom, sokkal szívesebben, mint a YouTube kommenteket olvastam, mondom, mert értelmesebbeket is írtok oda. És ott válaszolok is, megtaláltok, kérdezhettek, válaszolok, tök jó. Úgyhogy, ha... Köszönöm Reset, hogy én is utálom ezt a pályát. Reset most játszik itt először, Wasabi utálja. Én is utálom egyébként, úgyhogy vicces lesz. És emlékeztessetek, hogy ezen a pályán ultimate trollkodni lehet, és csináljam majd meg egyszer mindenki. Két teljes körről nem maradtál, csak egyről.
Elmaradtál egy körről és egy nagyon szenvedős nézőválasztásról, vagy hogy melyik néző játszon itt, egyébként semmi különösről. Pardon a tiltásért, kicsit elragadtatták magukat a moderátorok. Nem, majd legközelebb, igen, örülök, hogy jól kezeled a dolgot, most én már ennek is rendkívül tudok örülni. Jó, én meg akartam késő, aki legközelebb erre jön, erre jön egy ember egy távcsöveszcsön és fejbelő. Pedig ott mellé lőtt, tehát egyre nem kétszer is, tehát hogy ezek, ha az én eltalálásomról van szó, akkor azért mennyire ügyes. Spyro persze, hogy benne marad a szuper csapatban, hát... Ha, igen, tényleg nem tudod, mi lesz a következő részben. Én tudom, és ne hagyjátok ki. Egyébként, ha már itt tartunk, meséljetek nekem. Elég jó fogadtatása volt a szuper csapat Let's Play-nek. Áruljátok el egyébként, és írjátok meg nekem a chatben, hogy mit gondoltok róla. Ilyenek találjátok a szuper csapat Let's Play-t, kíváncsi vagyok. A stream az nem tudom meddig tart. Nominálisan 3 óra gyakorlatilag, hát ahogy kedvem lesz. Szerintem egy vagy két kört még mindenképp játszom. Közben itt szépen lassan elkezdtünk hullani. De még élünk, vagy hát én már nem. De... Reset például még igen. És most már csak ő él. És most már ő is sem. Egyet nem sikerült kinyírni. Woohoo! Ez tiszta jó. Valaki jöjjön ide be velem balra, én pedig itt valakit felküldök a létrán. Ha senki nem tudja, miről beszélek, akkor az gáz az, de... Gyere, állj rá a fejemre és mássz el a létrán. Kérlek, és nem értik, hogy mi van. Viszont közben egyikenként lesotgánolták, hogy ott álltak körülöttem minden éjjel, nem értik, hogy mi történik, ez általában hangos a játék, ezt mindjárt orvoslom. Csak előbb meghalok. Itt van valaki. Itt is van valaki. Én meg már csak voltam itt. Akkor gyorsan le is halkítom a játékot. Igen, azt kell csinálni, hogy az egyik terrorista leguggol, amit én csináltam. A másik ráugrik a fejére, és utána úgy fel tud mászni a létrára. Na igen, azt mondtam, hogy ultimate trollkodás, ugye? Trolling time! Jé, de szép ez az épület! Viszlát bomba! Nem fogsz hiányozni. Úgy se kell nekünk semmire. Persze, hogy lesz a streamben én nézőkkel játék, hát ez lesz végig. Ezután meg a következőben is megcsináljuk majd. Engem közben lelőttek, reset kapott értem egy asszisztot, fel én aztán... Várható volt, hogy én nem fogom túlélni ezek után. Wasabit elvesztettük. És a resetnek van egy Star Trek P90, ezt nem is tudtam, gratulálok, onnan szereztem. Örülök, hogy értékeljétek a szuper csapat letvét. Egyébként tiszta folyam, most Hersz most nincs itt, a többi moderátor pedig játszik, úgyhogy én leszek az egyetlen, aki tud moderálni, de vigyázzatok, mert most, hogy rájöttem, hogy kell, fogok is, ha kell. Ó, oh, reset. Három körből szerintem egyet... Nem, reset az egyetlen, aki megölt valakit, meg kapott egy asszisztot, ami én vagyok. Azt, amit elvesztettük. Azt, ami nincs is online az a gáz. Vegyünk egy kis pillanatot. Utálom ezt a pályát, meg kell, hogy mondjam. Még Gradit is elvesztett. Fogynak a játékosaink. Eddig sem volt könnyű a helyzetünk, de így... Oké, reset, ne csinálj hülyeséget, van kis gránátom. Ó, ott van fenn az egyik, ott volt jobbra. Ha nem tudok célozni, akkor hiába rakok le jól elhelyezett füstgránátokat. Az a gáz. Ó, mögöttem a
volt. De még egy van. Á, ez béna volt. De megkerültek volna amúgy is oldalról, előtt volna a másik. Hát ez a kör, ez a kör, ez a kör. Menjünk A-hoz. Nem nevezek ki új moderátorokat arra a 20 percre max, ameddig ez a kör tartani fog. Annyit sem fog, mert mi pillanatokon belül agyon leszünk verve. Itt van fölöttem. A botos hülyeségeket csinál, Gredit még mindig nem nyertük vissza. Ó, mögöttem van valaki. Csapattársán kinyírták? Igen. Ott jön még valaki. Egy távcsövessel. Egy kicsit kellemetlen. Hadd húzzak be ide a kis szobába. Nem csinál be, hogy titkot abba, hogy itt vagyok, úgyis tudni fogja mindenki. Ott jön még egy. És tudja, hogy itt vagyok, de meghalt. Hello! És ő is meghalt. Egyszerű! Nyertünk egy kört! Woohoo! És van egy jó fegyelem. Botok kiszavazzák a többieket, mert túl rossz. Egyre szarnak találsz minket? Na, Grady visszatért, akkor a bot már nem fog tudni minket kiszavazni. Szerencsére. Itt lesz valaki. Vagy nem. Volt egy sniper valahol. Meghalt. Eddig egész jól haladunk itt. Hello haver, én itt vagyok, ez téged nem zavart? De zavart és le is lőttél. Te jó Isten, de béna vagyok ma. Most a több órán lesz CSGO-ban, mint Isaac-ben. Ebben benne van az, hogy a Spider modos időt nem számítja, ugye, a Steam-es Isaac-en. Van valaki mögöttetek szerintem. Behind you, behind you. Behind you nem hallgatott a saját nevére. 5-1, ami azt hiszem eddig hülyen tükrözi a teljesítményeket. Mit vegyek, mit vegyek? Vegyünk egy P90-t. Igen, ezt a pályát én sem szeretem, de nem is játszunk jól, tehát hogy a kettő együtt szar. Lépteket hallok, úgyhogy valaki itt lesz. Hello, haver! Hello, haver! Na, nem maradok a killekről, de legalább meghalnak, és az jó. Üle itt benn valaki. Igen, szia! Fú, de hülye vagy te, és majdnem kiírtál így is. Ne ülj a dobozban, megölik a bajtársainkat a szobában, és megint volt valaki mögöttünk. Teljes a káosz. Megtestesíti a káosz elméletet mindaz, ami itt történik. Hát a... Wasabi neked semmi se jó. Tudtam, hogy legyen a pályán, ezt nem is jövök. De mintha fél órában ezért nem telettél volna az, aki csupa nagybetűvel megállás nélkül hisztériázott. Nem kaptam kérdést, nem kerültem be. Úristen, itt az apokalipszis. Jaj. Valamiért nincsenek skinjeim. Valaki hangos mögöttem. Ott jön valaki jobbról, én hallom ám. Kíváncsi, ami itt történik. Veszett megölte. Változatosság kedvéért ismét mögöttünk voltak. Veszett meghalt. Én maradtam egyedül négy ember ellen. Talán nem tudják, hogy hol vagyok, de azért ne várjatok csodát. Bomba A-nál van. Tököm tele van. Így és úgy is reménytelen helyzet. De pályázzon a Spyro-nál. Az egy meredek állítás, hallod?
Esküszöm, hogy valamit lenne valaki mögöttem. Oké, van egy 20 másodperc, ami jóló üzemmódra váltak, és meg akarok késelni valakit. De jóló üzemmód nem működött. Szerintem olyan menők vagyunk, hogy semmi szükségünk erre a bombára. Mi a szarnak? Sőt, nem sincs szükség. Továbbra sem sikerült csapattársaimnak megfejteni azt a rejtéteit, hogy jöjjenek fel, viszont saját magukat megtalálták egy gránáttal. Vagy eltalálták egy gránáttal. Hát ez reménytelen. Ez egy rövid kör lesz, azt hiszem. Úgyhogy akkor most csinálsz. Veszek egy negevet, mert miért ne? Nagyon jó okaim vannak rá, hogy miért ne, de ezeket az okokat most én bölcsen figyelmen kívül hagyom. Százezen problémát tudok megoldani másodpercenként. Itt van még valaki, nem? Én úgy emlékeztem. Aha, hello! Ez komolyan pofán lőtt a távcsövessel ott egy Hát én zokogok! Ezt az undorító szaralakot, nem áll! Hát ez elháborító. És elfogadhatatlan. Hajrá, bassza, mi ketten vannak, neked egy shotgunod van. Lophattál volna egy sniper, de most már mindegy. Csapi nagy zajt. Shift a barátod lenne. Csapjál még nagyobb zajt, ez fizikailag lehetséges. És lőnek rád. És meghaltál. Betonkeverő. Hát kérem szépen, 9-1. A helyzet az, hogy úgyis én vezetek messze, hogy egyszer ledobtam magam a tetőről, tehát... Elfelejtkeztem arról, hogy... hogy Herbs talán az egyetlen a nézőim közül, akikről tudom is, hogy tök jó CSGO van. Jó látni, még élünk, ez nem lesz sokáig. Igen, nem a zöld kajdocka elburjázás, azt én igyekszem visszafogni. Tehát én most simán visszavettem egyet most ugye Spyro-tól. Streamen Atom néven fut. De most nem is jött nézni, úgyhogy lehet, hogy örökre megharagudott rám, mert vandál cselekedett miatt. Miért nem raktuk B-re a bombát, amikor B-t... A bombás embernek megjött az esze. Na, és lőnek is ráérte. Hogy jött valaki hátulról? Mit csinált ez a másik három... körömpörköltete lett? Na gyerünk, Vaszavi! Nyerd meg nekünk a második körünket! És lehet, hogy meg is fogja tenni, az a szép. Nem. Ugorj bele a kukába. Kukánál van jobb helyetlen a pályán, mindjárt megmutatom.
amint elkezdjük ezt a kört. Jegyezzétek meg, hogy soha többé ne játsszuk ezt a pályát. Na igen, tehát ha rád jön a szarás, mert annyira rossz ez a pálya, hogy elindítja a hasmenésed, akkor te ide beülhetsz és elgondolkodhatsz a világ dolgain. És én ezt fogom tenni. Valaki elment most mellettem. Nézzük meg, hogy... Hello! Rettegj a WC-től! Rettegj a WC-től! Ó, lepattant a fejemről egy gránát. Affirmative az náluk WhatsApp-ra, ami érdekes. Következő körben menjen mindenki a tojtojokba. Én beillök a kukába, és nem tudok rendesen, de... Egy kávé. Itt van valaki. Hello! Hát ezt nem hiszem el. Gyerünk, Vasszabi, képes vagy rá. Na jó, mindannyian tudjuk, hogy nem vagy az, de akkor is. Kettő a négy ellen. Ah, Grady. Nem volt rossz. Ott van valaki. Volt. Itt ő még ott van, Wasabi nincs már ott. Az nem volt egy jó lövés. Az sem volt egy jó lövés. És azt hiszem új lövésre már nem lesz ideje. Ebben az életben. Nem. Hát de eljön, hogy bepróbálkoztok újra. Hát milyen szemétség lenne már azoknak, akik lecsúsztak az előzőről, hogy höp-töp-töp-töp-töp. Nem ment jól ez a kör, úgyhogy hogy játsszunk már még egyet. Nem szeretnélek senkit privilegizált helyzetbe hozni, így is látjátok eléggé. Magasra hágtak az indulatok, főleg miattatok egyébként. Hello! Hát ezt nem hiszem el, ezt az embert még a legrosszabb napomon is megölném, ez még a legrosszabb napomnál is rosszabb. Reszott legalább megölt valakit, tehát, hogy egy megvan. De annál több nem lesz. Azt mondja, Jeló, mostantól nem fogsz felfigyelni a kommentjeimre, hát ha neked csak ezért kellett az ötkaj docka csezzag, akkor nem baj, hogy nincs. Szerintem azért nem nyerünk, mert nem hoztam rituális áldozatot a Counter-Strike pogány isteneinek, ugye feláldozom a P90-imat, meg a Glockomat, és késsel fogom nyomni. Az egy nagyon jó flashbang volt. Ó, már megcsalt valaki. Hé, engem lőnek! Á, esélyt sem adtak. És azt hiszem 14-1-el fordulunk, igen, úgyhogy a világ legjobb második körére lesz szükség ahhoz, hogy itt ne szenvedjünk elképesztően csúnya vereséget, spoiler, elképesztően csúnya vereséget fogunk szenvedni. Még kell egy perc Néma Csenc párul emlékére, én és Viró csak kajdockája nincs, hát nehogy már. Valaki megnézte a múltkori streamet YouTube-on, és megírta nekem, hogy tök jó stream volt, csak a személyzeti ügyeimet, mert túl sokat foglalkoztam. Nem könnyítitek meg a dolgomat, hát én innen nyerünk. Hát, legyen úgy. Hello? Hello? És
többen is itt vannak a létrás szobában. Elég komoly action zajlik itt, csak nem tudjuk nézni normálisan. Na most már tudjuk. Egyre több a hulla. Gedi itt az utolsó. A kis szobában lesznek. Hallja ezt, hogy Vasszapi nagy késleltetéssel. Kidugja a fejét és lelövik. Mondtam én. Na és kérem szépen, itt lesz az utolsó kör, amit nem is tudom minek a megvásárlásával ünnepeljek. Játsszunk el, mert vetek boltos, mit szóltok hozzá. Tiririri. Hello. Utálom ezt a shotgunt, mondtam már. Ez egy herc sem lenne elég, hogy visszaadok. Megjegyzem, szarul teljesítettem, de mindenki más még szarabbul, úgyhogy én felmentve érzem magam. Ez 5 herc kéne, nagyon igaz. Nem tudom mi basz, ami nagy terve, de gyarakszom. Hát bármi is volt a nagy terve, kudarcot vallott. De a Mr. Chicken nem volt rossz lövés, hát aki 5-7-t használja, rossz ember nem lehet. Úristen, nyertünk egy kört! Ezt nem is láttam, hogy lehetséges! Azt hittem még egy csomó életben van. Te szarog! Nyertünk egy kört! Tök jó volt a stream, csak túl sokat foglalkoztam a személyzeti ügyeimmel, csak igaz, jó, azt mondta nekem a moderátor avatás és az ezzel kapcsolatos szappanopera. Kicsit sok volt neki, hát most képzeld a mostaniról, amit gondolna, csak aztán nem néz CS volt, úgyhogy ez mindegy neki. Hello? Hát így esélye nincs túlélni. Tölts újra és ne hallj meg. Hello? Wow, hát én itt kiirtottam a félbrigádot egy szemében. De van még itt több is. Jössz barát. Köszi Gredi, hogy lenyomtál 12 életerővel. Nem sok választott ott, hogy tiszteletbe is Spyro-nak nevezek, ott egy ellenfél. Ja, ez nem ellenfél. Magamat is tiszteletbe is Spyro-vá választottam. Egy van még, úgyhogy ezt csak megnyerjük. De vajon hol? És túlélem el a harmadik típusú találkozást vele. Wow, igen. 3, 2, 1, ha most ugrom le, nem fogok meghalni, mielőtt elkezdődik az új kör. Igen. Nagyszerű, jól számította. Igen, megöltem két embert, mikor flash-elve voltam, mert zseni vagyok. Jót tesz nekünk, hogy már nincs esélyünk nyert. Tényleg esélytelenek nyugalmával játszunk. Hoppácska, meggránátoztam a csapattársam. Egy emelettel alattam zajlik a küzdelem. Úgyhogy esetleg váltsunk helyet. Egy Yellow Rambo és 4 Spyro, azért az... Hello, És megint nyertünk valahogy. Nem tudom, hogy csináljuk, de nyerünk, újra meg újra. Hogy bármit is csinálunk, most éppen működik, nem fog sokan elgasztani, szóval. Ez a fegyver ide szar, de ember nem nézi senki, hogy itt mi van, nekem kell. Ereszett meghalt. Van itt valaki? Nincs itt senki. Akkor én ezt a helyet hivatalosan is leszarom.
Hol vannak ezek? Ott lementek a csapattársaim. Oké, okay, úgy lesz, hogy B-hez tartanak. Akkor mi maradjunk itt fent, a friss hegyi levegőn. Ez elég a CT map, de azért... Ó! Oh! Ezt hittem az én barát, mert hülye vagyok. Maga csetet néztem, de kettő együtt nem segített. Na, Wasabin a világ szeme, kettő az egy ellen, és kettő a nulla ellen. Ez egy sajátos kör volt. Négy Silver Elite játékosa. Fogadjuk, hogy elvesztettem a Gold Novát? Fogadjuk? Counterclutch pálya. És még nem vesztette be. Nagyszerű. Na, szóval akkor ez volt ez a kör. Disconnect is a competitive match. Mi van? Mi történik? Ez érdekes, ilyen néha van ilyen, hogy nem fejezi be rendesen, és akkor itt marad, hogy nézve, hogy nem történik semmi. Tehát ott valami lángokban áll, ami vicces. Igen, én még itt az egyetlen, mindenki más kilépett, tehát ez majd el fog tűnni. Elő vagy utóbb. Ne aggódjunk. Legalábbis nagyon remélem. Mindenesetre, amíg ez a probléma megoldja saját magát, ami egy pici időbe fog szerintem telleni. Néha már láttam ilyet, de elég hamar el szokott múlni. Addig akkor egy újabb rövid szünetre vonulok, hogy egyrészt igyak, másrészt kitaláljam a következő izgalmas kérdést, amivel négy új Counter-Strike játékost verbúválunk magunknak a következő körre. Ne felejtjétek, a stream végén ládát nyitunk. Jó az a meglátásod, hogy a hétvégi streameken sokkal kevesebben vagy, mint csütörtökön, de ez nem azért van, mert hétvégi, hanem mert Counter-Strike. Tehát a Counter-Strike is, meg a Hearthstone is olyan, hogy a nézőközönségen felét kurvára nem érdekli, és inkább elmenekül. Ezért adnak nekik külön streamjeik hétvégén, hogy érted, akit nem érdekel, az nem nézi, kész. De attól még szeretném néha játszani streamen is. Na, minden esetre, akkor én most elvonulok a magam kis szünetére. Ismét Ókemper Kemper, mert a borsos sem elég. És amikor itt végzünk a szünettel, újabb Counter-Strike-kör remélhetőleg jobban fog sikerülni, mint az előző. Remélhetőleg nyerünk egyet, mert eddig ma nem sikerült. Rajtatok is múlik a dolog, úgyhogy készítek lévő a következő izgalmas kérdésre. I'm
voice that we're supposed to grow. Itt vagyunk, újabb szünet ért véget, és csak inni felejtettem el. Szóval lesz egy kis átfedés az előző meg a mostani csapat között. Azt vettem észre. Micsoda meglepetés. Bekerültél, és rá is jöttem, hogy hogyan rakjalak be. Az a jó hírem van. Van nekünk egy resetünk, egy sátánunk, egy ismétlő grading, és még valakink, akit én felvettem elvileg, gyakorlatilag nincs itt. Érdekes, de mindjárt rájövök, hogy mi történik. Aggasztóan macerás, de nem baj, most már tudom, mit kell csinálni, úgyhogy annyira nem lehet nehéz. És talán most, hogy nyomok egy gombot, és nem történik semmi. Még mindig errort kapok, amikor megpróbálok felvenni, ami elég fura számomra. Úgyhogy nem tudom, hogy mi van. Lehet, hogy tele van a te barátlistád. Ásványvíz volt az, amit inni akartam, de majd mindjárt megteszem. Itt és most élő egyenes adásban. Tudom, miért nem tudsz írni a lobby chatbe. Rondó drága veled, csak a probléma van. Igen, tudom, írtad, hogy nincs CSGO, úgyhogy téged ezzel lendülettel kihagytalak a dologból. Nem értem, hogy mi történik. Arra sem, hogy miért nem tudlak felvenni. Hiba üzenetet ír ki pedig. Megszabadítottalak a blokkolástól, amit véletlen annó a barátlistáról való levétel helyett. Igen, még azt gondoltam az a módszer, amikor elkezdett betelni, aztán rájöttem, hogy tévedtem. De nem tudom, mi van. Szerény személyeddel, addig resetet hívjuk vissza, úgyhogy úgyhogy ha te tudod, hogy mi van, akkor szólj, ha nem tudod, hogy mi van, akkor meg nem tudok nagyon mit csinálni ebben a helyzetben. Úgyhogy lehet, hogy akkor ebben a körben négyen megyünk, aztán majd valamit megpróbálunk ezzel csinálni, de nem tudom, mi van. Őszintén szólva. Szerintem az lesz, hogy ezután lesz még egy utolsó kör, aztán lállát nyitunk. Csak hogy úgy készüljetek, mert
Mert érzem azért, hogy picit kezdek fáradni, az este 8 óta fenn vagyok, úgyhogy lassan érhető is. Déjà vu érzésed van, ismerős? Nekem is. Na jó, hát akkor, hogyha nem tudunk ezzel mit kezdeni, és késleltetés ide vagy oda, nem látok semmi jót a chatben, szabaduljunk meg a Vertigo pályától. Fúj. De most egész jobb bejáratot már ez a módszer, úgyhogy jó. Én se tudtalak felvenni téged, ami fura. Nem tudom, nincs tál a barátlistád? Esetleg majd próbálj meg felvenni újra Dacrossnak később. A Castle Doctrine nevű játékról nagyon rosszakat hallottam, úgyhogy szerintem kerüljétek el, valamelyik ismerősről most elkezdte játszani. Ja, dönts már el, hogy Daddy vagy, nem? Hát nem döntött el továbbra sem. Talán most. Dust 2. Na hát, meg az a legmeglepőbb, hogy én ideig tartott, hogy kapjunk egy Dust 2-t. Nincs képünk? Hát nem vesztettetek sokat, mert eddig a lobbyban ültünk, most már van. De köszönöm, hogy szóltok. Ezen a streamen csak CSGO lesz, mert ez egy CSGO stream, ahogy kiírtam a bejelentő videóban, meg minden hétvégi stream az csak egy játékról szól. Ezután lesz még egy teljes kör, aztán kinyitjuk a ládát, amit Wasabi szponzorált nekünk. És aztán vége. Holnap lesz egy Hearthstone stream, ha minden igaz. Elvileg lesz rá időm, hogy egy kicsit Hearthstone-ozzunk. Resetelték, resetelték, de vicces, a ladder-t és mindenki 25-ös szintű csirke megint, úgyhogy azt meg kell oldanom, hogy ne legyek csirke örökké, illetve már nem vagyok csirke, mert már feljebb tornáztam magam, de hogy sokkal feljebb tornáztam magam, az a cél. Haver, itt vagyok, nem zavar? Úgy lehet, hogy nem zavar. 977, közeledünk az 1000-hez. 978, 979, 980 nincs most. Most már visszaraktam a képet, ugye? Most már csak... Igen, most már csak késleltetés van, jó. Elfogyott a pénzem, nem tudok új P90-t venni, de most vége a bornapnak. Egyesem beleragadtam Grady-be. Kellemetlen helyzet. Na jó, akkor ezt a pályát szerintem csak ismeri mindenki, akivel itt vagyunk. Irány B. Ja, tényleg van egy random ember, ez a My Mother. El is felejtettem. Még egyszer mondom, semmi értelme, hogy felvesztek a barátlistára, mert nem igazolok már vissza nézőket, mert túl sokan vagytok hozzá. Redditen megtaláltak és boldogan válaszolok a kérdésekre, úristen engem megetettek gránátokkal, és meghaltam. Ez nem sikerült jól. Gyerünk reset, képes vagy rá. Na, ha reset nem képes rá, a többiek azok. Ajaj. Grady meghalt, és Reset is megfog, mert oldalról fejbe fogják lőni, és mi ezt meghallja a szívem, mert 6-szor meghalt. Vagy nem, mert észbe kap, és a másik egy kicsit hülye. Oh. Erre ennyit mondanék. Ilyenkor második körben nem érdemes szar fegyvereket venni, nem spórolni kell. Újra? Hát, ahogy gondolom. Nézzétek a pisztolyt, amivel garantáltan nem fogok megölni senki. És lejövök ide, mert a múltkor megszívtuk az, ahogy nem jövött le ide senki, hát sokra mentem vele, hogy lejöttem. Kettőt megölt, mielőtt megállítottuk volna. Mielőtt megállítottuk, nekem nem volt benne sok része.
magyar sátán megölt valakit, úgyhogy 4 éve pereje maradt, az egész év teljesítmény. Reset megpróbál behatolni B-re, és egész jól sikerült ez neki. 3-2 ellen, de egyből a háromból egynek 4 életereje van. Az egyiknek 0, a másiknak 5. Gredikém, mit csinálsz, amikor a bombát kéne fedezni nagyon, de észbe kaptál. És most jön az, hogy gáz lesz. Diffuzolás zajlik. Hát, gratulálok. Szerintem mi... Azt akartam, hogy 4-ből 4-et elvesztettünk, de hát a negyedik bármi lehet, de 3-ból 3-at el fogunk veszíteni. Lehet, hogy kicsit korán vagyok pessimista, de... Ki korán kell, koránt lel. Ahogy a hithű muszlimok mondani szokták. Ismét spórolok, ami mint fogalom ismeretlen a csapattársaim között. Nem tudom, miért ír oroszul. Áll. Kettő ellen, de... Ó! Ezt pedig meg lehetett volna oldani, de... Magyar sátán kolléga kudarcot vallott. Egy jön az alagútból, egy középről. Aki közé... Ah, nem tudta kihasználni az egyikük hülyeségét. De ki korán kell korált le, az a szar szóvic szakosztályról érkezett. Én pedig veszek egy apot, mert egy senkinek nem telik rá, mondom ezt úgy, hogy Gredinek van. Hát nem baj, nézzük milyen rendkívül béna sniper vagy. Egy bejött. Ajaj. Ajaj. Nem árad, meg kellett majd halnia. De helyzet egyre rosszabb. Szaladjunk el. És ravasz tervem van. Jönni fog, és nem tudja, hogy itt vagyok. És megkéseljük! Nem áll! Azt hittem, megkéseljük. Egy kicsit pénzpazarlásnak érzem, hogy visszatekintő azt a snipert. Szelavi. Meg hát az is szelavi, hogy ezt a kört is el fogjuk veszíteni. Elég nyilvánvalóan. Hogy vagyok első? Neked egész jól megy. Én senkit nem tudtam eddig megölni. Azért, mert a pisztolykörben nem csináltam semmit, aztán 2 kör spóroltam, aztán vettem egy snipert, mert nem értem semmit, és most itt vagyok. Hát, ha itt röviden nőbbak a túlélési esélyeink, de lehet, hogy röviden is rövid életűek leszünk. Itt egy gránát volt alattunk. Egy halomban hosszú, azt tudjuk. Hello? Na, végre nem vagyok kiltelen. Van még 37 lövedéken, nem töltök újra, lehetek behelyezve minden reményemet. Már pedig itt volt még valaki, én állítom nektek. De nem. Vagy még Half-Life 3 a logója az LFO csapatán. Twitch egy nagy rakás Spyro. Ennyire nem lehet rossz. Hello? Az a P90! Az a P90! Átvert, becsapott és hazudott nekem. Gyerünk, Gredi, állíts meg. Köszönöm. Az a P90 becsapott, átvert és hazudott nekem. Azért imádom, hogy minimális munkával a Spyro-ból szitokszót csinálta. Még mindig tök utolsó vagyok és béna, de...
Hát ha, ami kezdve, hogy mivel teljesítve, végül is igen. Na nézzük, hogy én tudok-e alkotni valamit, hogy egyből leszek sznájpolva. Oké, a kérdésre tudjuk a választ. Be fog jönni? Igen. Ajajajajaj. És akkor már itt ülünk mindannyian bent. És el sem férek. Jó, sziasztok. Hogy áttörtetek? Ezek után baromra nem akarnék erre jönni, mert biztos minden jót átcsalognak. Valaki ilyen mögülünk. Utálok mindent és mindenkit. Őt is megölhettem volna. Áó. Pisztoly vs. P90, a pisztoly ritkán nyer. De magyar sátán megcáfolt. De neki két pisztolya volt, úgy könnyebb. Vaszobi kecske pornót tört? Ezt próbálja... Nem tört, tört. Ezt próbáljátok állítani? Mögötted? Ügyes, ügyes. Az már nem volt olyan ügyes. Én megette a gránátot. És megkerülték őket. Én nem tudom azt, mit akar csinálni, de nem sikerült túl jó. Irány B. És mit csináljunk? Reménytelen a küzdelem, én azt már érzem. Hello, te nem dobálsz gránátot, hanem meghalsz. Ott van egy az ajtónál, és snipere van. Nem gondolsz arra, hogy én ide kijövök, mi? Ó, csapattársam is itt volt. Jó, akkor én erről. Lökjük le a bombát. Senki nem nézi a csatornát, ami kellemes. Mintha M1-ről beszélnénk, azt a csatornát sem nézi senki. Nagyszerű, kinyírták a teljes brigádot, magamra maradtam. Hol van ez az ember? Ah! Milyen gyorsan megölt már. Ez azt hiszi, hogy valaki még életben van? Nem találja bombát, de megtalált. Fenébe. Na, hát majdnemnek majdnem, de sokat érek vele. Sokat érünk vele mi, mint csapat. De legalább Gredi 8-7, magyar sátán 7-8. Nem is csinálják olyan rosszul. Velem ellentétben. Ó, ravasz kérdés, azt kérdezi, ki nézi a való világot. Biztos az FBI titkos aktáikba gyűjti, hogy kinek van rothadt káposztalé az agya helyén. Ez az én ötletem volt. Utállak titeket. Ez meg csak béna volt simán. Azt hittem el tudok menni. Játszunk elmebeteg boltos. Ilyenkor már mindent lehet.
Kempelő elmebeteg volt, és ilyen is van. Nem tudtátok? Nagyon nem elmebeteg, hogy egy megtartsa a shotgun-t a P90 helyett, de... Hello! Van egy apja, de én azt fel nem veszem. Csapattársunknak kéne segíteni. Mint ahogy kér is minket. Ah, jó fejlődés. Utolsónak snipere van. Nincsen, hogy Grady elszaladt. Tök messzire. Megvárunk visszajön és fejbe lövik. Ellenfel nem tudja, hogy itt vagyok. Úgyhogy ha ő zajt csap. Hát, ennyit erről. My mother, ő az utolsó. Tehát hogy még egy próbált ezzel a sniperrel, olyan béna lesz, hogy... Nincs itt senki ebben a társaságban, aki rá merném bízni. Ami árulkodó. Ah. Szárom, annyira rosszul játszik, amikor kap egy flash-t, azt hiszi tönkre lett a videókártyája. Ebből német akarok, ebből, Spyro olyan rosszul játszik. Mindenki, gyerünk, Spyro olyan rosszul játszik, hogy kezdeti mondatokat. Nagyon sok ilyen mondatot szeretnék látni a chaten. Brainstorming, gyerünk. Igazán én is kigondolok egy páron. Vámlik, én gyakorlatban tapasztalom, úgyhogy... Ugye a múltkori videóban de ugye meg is történt, hogy Spyro olyan rosszul játszik, hogy a túl cipelő counter-terroristről azt hiszi, hogy terrorista. Kezdve a teljes csapat összeáll, hogy diffuzoljon, miközben ugye mi sehol nem vagyunk, illetve a hullaházban vagyunk. Egy újabb kört fogunk nagyon elveszteni. Miközben én lassan azért mászom felfelé a listán. Azért kettő nem túl viccesnél többet vártam. Meg egy másolásnál. Grady remek munkát végzett eddig. Hogy? Van még életben az ember, akartam kérdezni, de már nincs. Ha mögöttem van valaki, meghaltam. Így is valószínűleg. Mind türelmetlen. Ez még csak most jön. Azt hittem. 980-en. Spyro annyira jösszú játszik, hogyha eldönnek egy molotovot, azt hiszi a képernyője kigyúl el. Spyro annyira jösszú játszik, ez Tetrek fenyőre csak a team killt véli. Ez szerintem a legjobb. Oké. Okay. Reset who knew have just won one internet. Hát gratulálják, ez zseniális volt. Egy bennül az ablakban. Mindjárt bejön, és meghal. Nem csak. Valaki fedezzen, léci. Az önfedezésből. Az a halálom biztos ízása volt, hogy mit csinálsz? Ah, ezt nem értem, hogy nem ölt meg senkit. A névén P90. Ami mindig jó.
Önkritika szakosztály jelenti, Spyro annyira rosszul játszik, hogyha meglátja egy jelenség, nem csinál semmit, mert a csapatában nagyobb kárt tesz. Végül is vállalható stratégia lenne az ellenfél részéről. Tudok-e 15 killt szerezni a következő két körben a P90-val? Meg lesz a streamen az ezres, reméljük. Ott egy sniper. Látogassuk meg. Simán kinyírhatott volna, tud célozni, szerencsére nem tudod. Hello! Vissza! 987. Engem most már csak ez érdekel, úgyis vesztük. Hello! Már csak az hisz, abból nem lesz 988. Ezt a streamet doboznyitással fogjuk zárni. A Wasabi által kegyesen megszponzorált kulcs felhasználásával. Csator, vagy onnan jön. A Steam Flash volt, amiben én most szenvedek. Bemanőverezte magát a kocsi mögé, és nem volt időm kinyírni, vagy nem volt lehetőségem nekem kinyírni. 987. Ugyanarra menjünk. Merre mentünk? Átrohantam középen. Egyébként vicces, ennyire konzisztens ennek a streamnek a nézettsége. Ugye a normál csütörtöki úgy szokott jönni, mert elkezdjük nélkül, hogy vannak 60-an, felmegy mondjuk 80-ra, 100-ra, átváltok harcóra, XCOM-ra, CSGO-ra, valamire, lezuhan 40-re, és azt mondjuk 60 a stream végig ezekre. Itt meg folyamatosan 45. Értékelem, hogy így kitartóak vagytok. Á, és valaki volt mögöttem, az kevésbé értékelem. Gredinek kettőt kéne megölnie. De így nem fogja. Na, 11-4. A pályán, ahol 11-4-re a terroristák szoktak nyerni. Azt hiszem ennek gyors és fájdalmas vége lesz. Közben mindjárt első leszek a csapatban, bármennyire nem érdemez. A sárga ládi Kft. Finanszíroz. Tényleg fel kéne majd újítanom ezeket a leírásokat. Egy, azaz egy poént, hadd lőjek le el. Vagy áruljak el. Ó, megvan a bomba. A jövő heti szupercsapat videóból. Ellenfél csapatának lesz egy botja, ami nagyon hülyén viselkedik, lévén ugye bot. És valaki megjegyzi, hogy az nem bot, az Spyro tanítványa. Ez emberi Spyro tanítványának tűnnek, rossz irányba ment. Az utolsó pedig itt volt hosszú, úgyhogy... Valószínűleg vissza fog menni, de ha nem, velem fog találkozni. Vagy nem, mert pont megölik, mielőtt észrevehetném. Akkor itt az ideje újabb P90-t vásárolni, de ilyenkor eltűnik néha a skin, ami nagyon idegesítő, mert így nem fogom tudni ugye megközelíteni a hőnáhítót. Ezrest. Minden más skinem megvan, csak azt tűnik el. Túl sokan mennek B-hez, úgyhogy visszafordultam. Következőben jöhetnek olyanok játszani, akik nem voltak. Az a terv, igen, hogy a következőt exkluzíva azoknak tartjuk fenn, akik az eddigekből kicsúsztak. Valaki megy középen, azt hallom, de hát itt is van valaki. Eznél rosszabb lesz, nem is csinálhattam volna. Egy ott van a kocsinál.
Megtámadom, aki itt van jobbra. Miután a csapattársam némi zajt csap. Igen, ez volt a terv. És nem ér senki. Na de jó. A CSGO sorozatot nagyon ajánlom. Főleg ezt a szupercsapatot. A szupercsapat zseniális. Szerintem a legszórakoztatóbb sorozat, amit csináltam eddig, úgyhogy nagyon ajánlom. Én nem vagyok első. De 16-12 és 4 MVP, úgyhogy nem rossz. Ez mondjuk ultra béna volt. Reakció időm ott a béka proverbiális alfele alá süllyedt. Babum. Ennyit a nagy visszatérésünkről. Hát küzdjünk, és bízzunk. Spyro egy ilyen fekete fele. Egész kreatív. Bomba hosszún van. És Freddy meg is halt. Már szar helyett. Hello. Úristen. Úristen, ez de ultra béna volt. És miért nem halt meg, amikor 96-ot bele tudtam sebezni? Gyerünk, fiatalok! Ánál van. Gyerünk, anyám. Felhasználva a neved alapján legalábbis az vagy. Lehet, hogy a másik szobából elkezdett Counter-Strike-ozni. Döbbenetesen szar egyébként, jegyezzük meg. Nincs csak időt. Megközkeztetem sem. Oh, szarohat! Nincs kitted, úgy esélyed nincs, egyébként meg lenne. De! Esélyed nincs. Mit csinálsz? Ez most arra vonatkozik, amit ebben a körben csináltam, vagy a szupercsapat videót idézett fel lélekben. Jön-e itt valaki? Nem, de... Hát ezt nem hiszem el. És egy tized másodperc azután, hogy meghalok meg alig. De mit csinál? Ezt a kört is el fogjuk veszíteni. Spoiler. Ennyivel feltölteni lehetem? Fejből nem tudom, kéne egy split testet csinálnom és linkelnem. Ezt a Twitch stream alatti profilt is meg akarom csinálni már egy ideje. Itt történt, hogy lesz a legrosszabb? Nem tudom, ha anyáknál is bénább az azért komoly teljesítmény. Elő a késsel, gyerünk! Már csak két elvesztett kör. És vége.
Neked nem ér meg rohamozni engem, amikor épp újra töltök. De ezzel ő nem volt tisztában. Grady nem tudom miért állt egy helyben, de nem járt jól. A bomba nem ott van, mint ahogy a hátodba kapott lövedékek ezt garantálják, de mégis ide jössz. Leszett, megölt egyet, kettőt? És tényleg bénél van a bomba, beszarok. Hazudtak nekem. Reggel, délben, este. A terrorista megpróbálta azt megcsinálni, amit mi csináltunk a második szupercsapat videóban, csak rossz munkát végzett. Vagy magyar sátán kolléga már megnézte azt a videót, és tudta, hogy ha nem találja a bombát, akkor a terrorista holttest alatt kell keresni. Tanult a szupercsapattól. Na, tudod, hogy ingyen kalasnyikov? Grady AFK elég kéménye. Gépkonfigot a YouTube csatorna ismertető részébe? Oké. Okay. Beszoktam linkelni streamen, amikor kérik, de megcsináltam majd azt is. Miközben itt egyre jobban közeledünk a fájdalmas kudarchoz. Gyerünk. Egy az egy ellen, csak a lehető legnagyobb zajt. Wow, ez a vak, nem vak vezet világtalant, vak lődöz világtalant esete. Csábóka lerakta a bombát, miközben ott valaki trappolta felé. A másik pedig trappolt felé, leszar vagy a másik abba hagyhatta volna a bomba lerakását, megfordulhatott volna és fejbe lőhette volna, de mert senki nem csinált semmi okosat. Mi nyertünk. És én ezzel teljesen elégedett vagyok. Ez egész Skartner az vicces. Azt hittem, hogy AFK is marad az ember. Meglőttem a kezét, de jó. De B-hez tartanak, ha jól látom. Aha, azt hittem. Na, még a végén ezt a kört is megnyeri. És megnyertük. Jé. Lőjük a bombát, mert az vicces. Ő azt abszolút nem érdekel. A next card game az, ami érdekel. Arról lehet, hogy lesz majd. De megvárom, amíg lesz benne kicsit több content. Gyere vissza. Társra eltváltam. Üdv ismét itt, Hersz. Oh, hello. Beléd meg mi jutott és hogy jutottál le ide ilyen könnyen? Jé, neked volt egy fejed. Oh. Köszi, haver. Menjünk, fedezzük a bombát. Szükség van rá. Vagy erre jönne tovább. Vagy visszafordul. Visszafordul. Nem fordult vissza. A kétségbeesés miatt megyek ezzel a felháborító fegyverrel. Megöltem vele hármat, annyira nem volt rossz. Hova lett a kajdockát, Hersz? Igen, volt egy ilyen pár extra moderátor név. Lehet, hogy véletlen kiszedtem a rendesedet is. Hát, ha most is sikerül ez a... Most egy kicsit bénábban, mint az előbb, de...
Alapfeladatot ugyanúgy megoldottam. Az egy Isaac csokis te itemed, meg is érdemled. Reset tömeggyilkosságot folytatott, és megnyertük a kört. Hogy? A zöld kajdockát mondom, nem státusz szimbólumnak szállom, hanem annak, hogy azt használja, aki annak lényeg, aki használja is, és moderálja a chatet. Erre elég sokan alkalmatlanok azok, akik közül, akik eddig volt, de a legalkalmatlanabb ember messze Spyro kolléga, akitől most így provizórikus jelleggel el is vettem. Haver, remélem rövidet nézed, én megpróbálom nézni hosszú. Nem, nem nézed rövidet, mert hülye vagy. A fejét kellett volna lőnöm, nem a dobozt előtte, van egy ilyen érzésem. Nézd, szerintem csappal meg, 45-50 körül volt végig. Ezek a exkluzív egyjátékos streamek, ezek ilyenek szoktak lenni. Kicsit kevesebb, mint a 80, amivel a csütörtöki szokott indulni. Hát reset egy az egy ellen, de őrzöd a bombát. Úgyhogy a remény még él, de ha elfordulsz, akkor nem fog. Gyerünk! Képes vagy rá? És most lőnek hátba. Vagy most. Vagy most? Esetleg most? Megötted? Ja, ügyes. És nem áll rövid, hazudott. Reset pedig utolért. Elállok. Reset másodvirágzását éli. Én pedig veszek egy új szar sniper, vagy hát pont, hogy nem szar snipert, mert azért eddig egész jól ment vele. Car Mechanic Simulator-t láttam, de mivel egyáltalán nem értek az autókhoz, annyira vonz. Ah, kettő is volt. Úgy könnyű. Ez a My Mother ember, ez szörnyű. Grady, menj vissza A-hoz, ott van rá szükség, nem itt a semmi közepén. Na, ennyi ideje volt lőni. Hát, egyet a reményeinkről. Na jó. Akkor jön a YOLO üzemmód. RAR! NEGEV! Lesz ez egy jel végzett. Ha van sniperük, akkor én azokat meglátogatom. Hello! Valami ilyesmire gondoltam. Nyertünk! Lőjük szét ezt a falat teljesen győzelmünk megünnepléséből.
Volt, hogy négy nézővel mentem, eddig végig az volt. Várjából egy pár mindig a moderátori szekta volt. Most három néző volt az előzőben, a Vertigon volt négy. Azelőtt volt ugye egy. Negev, cserben hagysz. Lehet 15-15, nem lesz. Itt az orrunk előtt hullik el a remény. Kivéve ha reszed, hősiesen megállítja mindegyiküket. Hát aztán nem fogja. My Mother azonban biztos, hogy nem fogja megállítani őket. Nézzük, Grady utoléri őket időben, mielőtt... Wow, My Mother. Grady túl hangos. És My Mother halott. Még mindig van egy. Három lövedéke van Gradynek, de újra tölt, nagyszerű. Hol az utolsó? És hol a bomba? Rejtély. Reset szépen felküzdette magát első helyre, de egy kicsit szidni kell, és felszívja magát. A bomba A-nál van. Azt mondja, miért ne számítan a nézőnek, mi hallgató? Vagy... tapintó? Vagy ízlelő? Érő rosszabbul hangzik. Túl nagy zajcsap, nem céloz, kevés a lőszere, meg az ideje. Mondtam, hogy nem fogunk nyerni. Úristen, de szar rankingjei voltak. Mindjárt vége lesz a God Nova 1-es korszakomnak, ha nem lesz az itt és most. És akkor most jön a pillanat. Még mindig oldalva vagyok, tiszta döbbenetes. Na, köszönöm a részvételt azoknak, akik ebben a körben részt vettek, még ha nem is nyertünk. Vajon tudunk-e ma egyet nyerni? Most akkor jön az utolsó kör mára, ami után kinyitjuk a ládát. A sárga ládit, amit nem trédeltem. Micsoda izgalmak, ugye? Egy kérdés lesz még, újabb szünet és újabb zenei szignál vár ránk, miközben én a chaten lerendezem a lerendeznivalókat. Azok, akik már játszottak, ma nem számítanak, kérem, hogy ne feszegessék az időmet azzal, hogy beírnak a chatre. A válasz mellé írjátok oda a felhasználó profillinketeket is. Szerintem olyan nagy verseny már nem lesz itt, tehát max. 5-6-an lehettek, akik akarnak játszani, és még nem tudtak ma, de hajrá azért, pillanatokon belül folytatjuk, figyeljétek a chatet, és mindjárt jön a zene, hármat találhattok, micsoda.
Camper, why couldn't you let me go? Oh, camper, camper, my stats were supposed to grow. Nos, ez volt a szokásos zenei szignál. Van négre másoknak is lehetősége belépni. Herz befért, Spyro befért, drága-drága Rondó kollégát is sikerült végre megoldani, és van még egy emberünk, akit ide beszerzek. Miközben visszaállítom a Counter-Strike zenéjét. És Hersz remélhetőleg megnyeri nekünk a kört. Mert más nem fogja. Már annyira rosszul játszik, hogy egy csirke előtt kés. Egy csirke előtt kés, Feri meg beszarom. Még valaki, aki nem szar a játékban, mert Godnova a kettes. Reméljük, hogy nem Dustút kapunk megint, mert elfelejtettem kiszedni. Képet is kaptok, és persze, hogy Dustút kapunk, mert elfelejtettem kiszedni. Rohadjak meg. Spyro, hogy rossz játszik, mert zárult ki a WC-t. Ez ennyire nem jó. Na, szóval a szuper csapat darabjai előkerültek. Van egy csanda, hogy úgy van beállítva, hogy ez a P90 az csak a terroristaként van nálam, azért tűnik el. Mindenesetre ebben a körben csak sikerült 12 killt összeszednem a warm-up-pal együtt, és akkor meg lesz az 1000. Itt van Hersz, úgyhogy minden meg van mentve. Ebből valószínűleg több is lett volna. Assistot kaptam, de azzal most ugye megyek. Jó, mi? Normálisan hangzó ember. Kifogytam lőszerből. Ami még P90-val is előfordul. Még van 40 másodpercünk, ebből azt hiszem, azt hittem, hogy én halálommal fogjuk eltölteni, de nem. Én öltem meg valakit. 992. Ki lesz az ezredik? Reméljük Spyro. Mi is tízszer lenne. 293. És azt hiszem több idő nincs. 10 másodperc. Négy, három, kettő, még egy P90, még egy, nem. 994. Még hatot kell. Na, akkor menjünk.
Király, hosszú. Reméljük, hogy nem fog teljesen rosszul alakulni. Nem igazán meghalhatna, és meg is halt. A másik nem halt meg. Még. Most már igen. Hála Hersznek. Én is meghalok, hogy fennem felök egy dobozon, de... Szerencsére átjutottam az A pontra. Mi az a DM-ezés? Ja, Deathmatch. Deathmatch-et nem szeretem. Ismét. Az előbb működött, most is fog. Spyro annyira rosszul játszik, hogy ő Spyro. Hát ez végül is mindent elmond. Ja, hogy öten vagyunk. Én itt általában angolul írom, hogy merre menjünk, hol vagyunk, mit csináljunk, mert az előző körben négyen voltunk csak nézőkből verbúválva. És valamiért azt gondoltam, hogy ez most is így van, de most itt vagyunk öten. De egy remek füstjelmát. Ezt komolyan mondtam, de sem irónia nem volt. Ez nekem a második Isaac? Nem, a második Isaac nekem a Spelunky volt. Most már azt se játszom annyi. Várom a következő. Most a Hearthstone az új Isaac, a harmadik. Kerüljünk mögéjük, és hát ha megkéseljük ezt az embert. Nem, megölik nekünk. De jó, végül lehet, hogy ezt a kört meg fogjuk nyerni. Bentről ki lehet hitni a WC-re, tud halki oda áll mellé, nem hiszem. A legtöbb ajtót nem lehet ebben a játékban olyankor. Spyro annyira rossz játszik, hogy Yellow Mame-et gyártott belőle. Végül is igaz. Ha egyszer tényleg lesznek Let's Play pólók, azt hiszem lesz, hogy Spyro annyira rosszul játszik, hogy póló. De meglátjuk. Kettő ment B-re. És mind a kettő... Engem akar. És meg is kapta. Fúj, fúj. Hát és ezt a kört erre elveszítjük, amikor már nyomokban optimizmus tartalmazott a hangom és hangulatom. Spyro annyira rosszul játszik, hogy haj meg, haj meg, haj, vár meg! Jó. Annyira rosszul játszod, hogy haj meg, haj meg, haj, vár meg! Keveredés rendje rosszabb, az hány lövésre kurva Spyrót kinyírni, mondjuk? A fejem. A Spyro játszik az 4v6, mi igaz? Komoly bölcsességek hangzottak el. Én meg lelettünk darálva. Ott hagyott Spirit Heart, szerintem az valami más heart, amire te gondolsz. Spirit Heartokat nem szoktam ott hagyni. Mondom, ezt kérdezte tőlem már valaki nemrég, hogy a pólókkal az van, hogy nincs elég nagy fizető, nem elég nagy a nézőközönségem, és ennél fogva nem elég nagy a fizetőképes kereslet rá, úgyhogy az egyelőre jegelve van, de majd később, ha minden jól alakul. Nézzük, pofán leszek előve itt. Már az egyelőre. Meglepetésemre nem, de már nem sokáig. Ki volt az, aki jött mögöttem, és miért nem ölte meg az illetőt, vagy legalábbis mondta el a figyelmét? Ne nyomj egy Spyro-t! Ott van! Ügyes! Spyro-t így kiveli a kurva.
Kicsit eltér a formulától, de elég jó poén ahhoz, hogy elfogadjam. Még egy jobb vagyok, mint Spyro feliratú póló, simán elképzelhető. Nem, mert mit szólátok? Jobb vagyok, mint Spyro. Büszkén hirdethetnétek. Kezdve egy az egy ellenre romlott a szituáció, majd egy a nulla ellenre javult, úgyhogy nyertünk. Ne felejtjétek, ennek a körnek a végén sárga ládit nyitunk. És én mindig várom azt a 6-2 erre a P90-re. Ó, miért nem gondoltam, hogy ide kijön valaki? Miért nem gondoltam, hogy itt lesznek ketten? Egy butaság volt, amit itt csináltam. A jobb vagyok, mint Spyro Polo-ból 7 milliárd darab kéne? Hát, annyit nem biztos, hogy le tudok gyártatni. Ez a jobb vagyok, mint Spyro, ezt tetszik, azt szerintem egy tök jó. 4 és 11 életereje maradt a két harcosoknak, úgyhogy nagy reményeket nem fűzök ehhez. Spyro, mondanom, nekem nem csinált semmit eddig, de én se sokat. Az a jó, hogy elég sokáig élek túl, hogy Spyro már halott legyen, mire nézőmódba váltok, úgyhogy nem látom a produkcióit. Spyro is rendelje be, mint Spyro Polgót? Az a paradoxon felrobbantaná az univerzumot, azt hiszem. És most jön az, hogy forrólok. Hersz nálad jobb helyen van a gomba, mint nálam. Spyro jól megölte a fal. Ez a Spyro vagyok, mint Spyro, ez az okosabb vagyok, mint egy ötödikes átalakított verziója. Ó, oh, jaj. Kicsit sokan jönnek onnan középről, mert fennakadtam valami. Igen, és hát meg még valami a túlélés, amit eléggé esélytelen volt. Kikerültél a pályára, és körülötte mászkáltál, be tudtál lőni, de ők királynak. Valami hasonló történt velem is ezen a pályán, így beragadtam el. Ahol a terroristák kezdenek, ott előtte van az a... Hát hogy is mondjam... Micsoda, ott ahol a kocsi roncsa van, meg a dobozok, ott van egy ilyen kis ház. És oda beragadtam, és bentről tudtam kilőni rájuk. Overwatch helyett olyan sorozat, kérem Spyro-t nézem játszani, ezt... Ne kínozzatok meg ennyire. Yeah. Amely, bármilyen jól is hangzik, nem vagyok hajlandó. Pardon, bocsánat, néma ásítás esetre forgott fel, vagy némának szánt ásítás. 27-24-6-6-0, tehát egy három dimenzióra osztható a csapatunk, két ember, aki jól játszik, kettő, aki nem jól játszik, és Spyro. Mentségem van legyen mondani, mert tényleg az alvás gondolatát fontolgatom, úgyhogy... Szerintem ők be akarnak jönni B-ről a ide. Tudtam, hogy ott leszel.
Igen. Hersk Kill Steel. Én sem tudtam, hogy ott jön, azt meg el sem találtam, de... De nyertünk. 996. Fussunk be ára? Fussunk. Nézzétek a késem. Spyro továbbra sem ölt senkit. Van egy olyan weboldal, hogy ennyi ideje nem nyert az Arzenálba semmilyen trófeát.com, és ott egy ilyen számláló, már egy ilyen 7 éve megy felfelé. Kell egy ilyen ennyi ideje nem ölt meg Spyro senkit.com. Spyro annyira bén, hogy csak úgy tud embert ölni, ha az ellenség halálra röhögi magát. Hát... Megölt valakit, emberek. Elájulok. Meg még valakit. Nyilván, ha az orjukába beledugja a dupla shotgunt, akkor könnyű. Aztán mégiscsak lelövik, mert... A képességeinek megvan a maga határa. Hersz. Ninját játszik. Utolsó pedig. Szintén meghal, nagyszerű. Spyro vs. Light, azt le kéne szervezni. Én veszek egy snipert, mert az vicces. Bírás elég vicces, amikor Spyro-nál van a bomba, és sniperezni próbál. És visszamegy még többet sniperezni. Szerencsétlen, nálad van a bomba. Mi az Isten csinálsz? Megverdem, meghalnak a csapattársaink azt. Élet. Ez egy nagyon hihetetlen, amit csinál. Miért akarok alpot használni? Mit követtem el, hogy ilyen hihetleteim vannak? Jön. Jön, jön, jön. 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 Itt van! Messze bassz meg. Edd meg az alpot. Messze, de jobb használt eszed, mint én. Vettél kalasnyikovat akkor. Ne, ez én ezt elfogadom helyette. Nem kell? Hát akkor... Egy beszaradt a... az alagútba. Jó, Spyroval itt nem fogok átcsorogni. Jé, neked sok elő. Oho! Áó, ez talál. Volt? Nem tudom, hol volt. Igen, erre válasz, igen. Hoppácska. Nézd már. Ezt én nem tudom, honnan lőd elő. Alattunk van, mi? Elé meg akartam kerülni. És jó. Na igen, Hersz, fogadd egészséggel a bombát. Na, 20 pontra feltornáztam magam, kicsit jobb. Holnap lesz a stream, holnap Hearthstone stream lesz, ha lesz. Szerintem lesz egy Hearthstone stream. Jól lemaradtam róluk, 3 ment B-hez szerintem. A
Apró. Én. Spyro megint megölt valakit, aztán meghalt egy szar sniper ellen. Na vajon jön-e valaki innen? Nem úgy tűnik eddig. De. Wow! Amióta elkezdtem alpozni, nyerünk. Csak mondom. Nézzük a robbanást közelről. Dől. Mi az adott és burst fire-on van? Nézd meg. Három alposunk is lesz, komoly. Melyik ilyen aktív alpos lesz, hogy három sniperünk van, és követem Hearst. Arra a tél, de nem akartam rahabozni az embert ott lent a lyukban. Elég bénát csináltam, mert jött még valaki, aki agyonlőtt. Hearst közben. Ó, Spyro megölt valakit. Továbbra is csodálkodásom tárgya dolog. Persze, hogy elég kényelmetlen helyzetben van, mert 8 évet ereje van. És ezzel ő is tisztában van. A bombát ráadásul meg kell menteni. Egyik csapattársa Ann van, ő van 12 évet ereje. Spyro B-nél van, mert természetesen fogalmam nincs, hogy mi történik, amikor mind a kettő ott ül lent. És nézzük, ahogy Spyro megdöglik. Nagyon gyorsan és nagyon fájdalmasan. Szaladj oda, bazd meg sniperre. Na hát, ki gondolta volna? Na jó, nem veszünk több snipert, hanem maradék 4 killt vadásszuk. Spyro-nál persze, hogy jobb voltál, ne szórakozz vele. Magyar sátákról vagyok. El kellett volna dropolnom, tele vagyok pénzzel, csak nem vettem észre az üzemetet időben. Túl nagy zajcsapsz, haver. Oh, azt a rohadt! Esélyt nem adott. Hearst szokás szerint hackernek tartják. Spyro szokás szerint megdöglött. És majd most akkor télapósat játszom. Nesze Hearst, neked egy fegyver. Nesze neked egy fegyver. Nesze nektek egy fegyver. Nesze magam, nesze Spyro-nak egy fegyver. Nem, Spyro inkább a rohadt shotgunnal nyomja, mert fogalmam sem mi van. De ez nem lett meg senkit, ugye. Így járok, hogy headshotot próbálok keresni, és természetesen nem találok. Nem álltunk rosszul nemrég, de...
Spyro. Spyro rosszabb, mint az AFK is, srác. Az úgy szép. Hát ezt elcsesztük, ezt az utolsó kört főleg, de ugye közelmúltban nem egyet, sajnálatos módon. Ugye én is eléggé leálltam, és 23 ponttal negyedik helyre süllyedtem, na de majd most még menj ki a világot. Remélem. De legyen, történjék bármi, kedves csapattársai. Veszítsük el ezt bármennyire, nyugtasson meg a tény, hogy nem vagytok olyan rosszak, mint Spyro. Hosszún Spyro meghalt. Az a gránát fog valami csinálni? Valamit nem hiszem. Én sem fogok, mert fejbe lőttek. Hersz viszont igen. Nézzük is, hogy tud-e még több érdekességet alkotni. Hát nem nagyon, mert két élet erőre redukálódott. Az jó volt. Kaptam egy asszisztot, akkor csak ért valamit a gránát. Hersz sajnos ott esélytelen volt. 2-1 ellen. Párbaj helyzet. Diffuse helyzet. Majdnem. Újra tölt, még van életereje. És megcsinálta. Yes. Nagyon gyorsak szánt fegyverváltás. Lehet ezt tenni a gyorsabban, és mindjárt demonstrálom. 3-1-el a megnyerte, szép. Én ilyen gyorsan tudok fegyvert váltani, köszi. Ó, második körös alp, az egy jó vásárlás. Nem tud olyan gyorsan, mint én. Igen, nem lesz ebben a körben. Ez az egy T-90 killünk. Ez itt Spyro, ugye? Nem. Ja, csak valaki balra megsebesítettek bénet. És meg is ölték. Úristen. Segítség. Nem kaptam segítséget. Hersz, gyerünk, folytasd, amit elkezdtél. Nem tudja, úgyhogy minden remény Spyro-ban van. Nézzük, ahogy minden remény elveszik. Nem tartott sokáig. Szerintem ezzel mindannyian előrébb lennék. Szavazzátok ki! Igen, gamer-egér egyébként, jaj, ki lehet megosztani a körgőt, pontosan jól megmondtátok. Nem használom soha, de sokkal jobb, hogy normálisan léptet ide. Oh, hello! És kiszavaztuk Spyro. Meg akartam késelni, de visszafordulok. Na, most, hogy a csapat garantáltan erősödött Spyro távozásával, javultak az esélyeink a végső győzelemre, én azt hiszem. Ezt egy jó fejlődéssel még tovább javít ki esélyeket, meg egy másodikkal, közben 2-2-vel van. Sajnos csapattársa egy shotgunnal van felszerelve, és mint ilyen korlátozott hadiképességű. Ezt szükség van, mert kapottás, hogy elvonta az ellenfelek figyelmét, de meghalt. Viszont lehetőséget adott neki arra, hogy megnyerje, de ezt a lehetőséget ő elvesztette. Elvesztegette inkább, így mondanám, ugye, mert így van. Játszunk elmebeteg egy boltot. Szerdán találkozunk, ez fenyegetésnek köszönöm.
Nem tudom, ez mögöttem embere vagy a bot. Ember. Kér is valaki. Jó, ez jobb, mint a elmebeteg boltos fegyver. B-hez kéne eljutni, gyorsan. Úristen, hello. Ő hogy nem halt meg? 90. Viszont van botunk. Aki meg fog halni, mire átveszem az irányításra, átváltott a pisztolyát. Nem menj be. Ne pokol be, azt ne úgy írnál, légy szíves. Nagyszerű, megkaptam magam asszisztját. Utolsó ott van, kifőtem be Hersz végezzel, és megőriztük egy fontos erőinket. Vajon meg tudjuk-e nyerni ezt? Hát így, hogy Styron már nincs velünk biztosan. Mentsük meg a rakomat, értékelni. Hosszú van, mint az egész brigádú látszik. Vett át az irányítást a bot felett. Megtette, de jó. Úristen, kettő is jön. Csak egyre számítottam. Ez egy a saját csapattársan írta ki, jegyzem meg. Kaptam egy asszisztot, ami mindig jó. Hersz kezdenc helyén a CT spawnon van. Az egyenlen. Wow, az ember, aki jelen járt... Ki az a Star Trek-e? A tiéd vagy valaki, akitől elcsortad? Nem láttam a nevet, nem figyeltem meg, kikapcsolt az agyam. Star Trek AK, egy kicsit drágák. Reszett tényleg egy kicsit. Ráizult arra, hogy moderátori hatalma van, még szerencsére azért nem ért vissza vel. Nem ért, ért vissza vel. Ott áll itt valaki. Meg ott is van valaki. Ah, csak a második egyből fejbelül. Viszont átvettem az irányítást a bot felett elvileg, ha a játék most hagyná. Már nem, mert pont megölték. Igen, az egyik ellenfelünknek van egy saját Star Trek kalasnyikóval, ami elég drága. Utolsó bennént ott az alagútba, pontosan jó helyen nézed. Valószínűleg B felé tart, ha tippelnek kéne. Kettő az egyen, bizony B felé tartott, vissza is jött B-ről. Te hogy vagy még életben. És megint B-hez tart. Oh-oh, meg kellett tudják keríteni? Igen. Volt feje, nincs feje. És eljött a nagy diffuse ideje. 9-12. Spyro nélkül egyből jobban teljesítünk, Magyarország jobban teljesít. Még 4 kört kell megnyerni a hátsó lévő 9-ből. Na, az egész jó kezdet. Mert sem tudom, hogy a többi B-hez tart. Ez sem tudom,
Megerősödni látszik. Hello. P19 van és neked. Úristen. Valaki kinyírtak a B helyszínen. Ó, arra kell a bombát. Azért hagytam, hogy megcsináljam. A 20%-os spyro csökkentés a csapat jobban teljesít. Hát nem technikailag 100%-os spyro csökkentés, mert a teljes spyrót elzávolítottuk. Még 3 kör. De csak éreztek az egyetlen bérnél, ami vicces. Tehát, hogy erre jön valaki. Ó, megszerezték a bombát. Az egy sniper. Közép. És középen senki. Itt van egy sniper, és ez engem idegesít. Oké, akkor egyáltalán nem itt volt. Még 2 kör. Mindom, de ezek Spyro nélkül nyerünk. Reset, reset, reset. Nagyon excentrikus figuráknak osztom ki ezeket a kajdockákat, azt vettem észre. Hersz megölt egyet, a bot meghalt, a bomba ánál van, Hersz is meghalt. A helyzet hirtelen sokkal veszélyesebbé vált. Te miért nem haltál meg? A gránát hogy nem sebzett meg? Ajaj. Ajaj. Ez egy szörnyűséges helyzet. P90 nem a legjobb fegyver erre a lőtávra, amivel itt szembesülnem kell majd. Tisztelem, hogy itt van neki mögött. Nem tudom hová le. Úristen, teljes tömeg támugrott. Na jó, hát ennyi belefért, nem igaz? 2 a maradék 6-ból. Vigyázott egy ember, kösz, kis késéssel. Botunknak annyi, hát nagyjából Spyro is így teljesített volna, úgyhogy jó ez. Nem B-hez jönnek, az már biztos. Vagy de, orra téved be. Hogy nem találtam annak a fejét, hogy nem találtam el semmit. Gyerünk, Hersz, képes vagy rá. Elég reménytelen helyzet. És elkezdett visszajönni az ellenfél. Egyre közelebb és közelebb kerül le hozzánk. Fogyassz egészséggel egy famaszt. Tudom, hogy szar, de... Nem nagyon telik másra, ha azt akarom, hogy a következő körben is valamit lehessen venni.
Nem mennyi az továbbra is. I, N és pontos E. Nem hosszú N. A. Úristen, hányan vannak ezek? Kettőt kiírtam. De hiába. Gyerünk, használd a fanaszomat. Használtad, de nem eléggé. C'est la vie. Hers elkezdett alul teljesíteni. Félek, azt mondja. Hát én már megszoktam, hogy ezen a streamen csak a vereség és a fájdalom. Várj, mirány. Egy 1-6-os teljesítmény komolyan annyi, amit Spyro csinált, az a vicces. Egyébként tényleg kivételesen egyetértek túlbuzgó reszett kollégával. Ha én nem panaszkodom az időben, hogy jaj, kevesen nézik a stream végét, akkor egy ti se tegyétek, kettő, ha teszitek, akkor vagy verbúváljatok 20 új nézőt, vagy ne panaszkodjatok miatta, tehát hogy most érzem, most mit csináljuk. Sajnálkozzak, vagy próbáljuk inkább szórakoztatni titeket. Á. Hát ez reménytelen. Egyébként ezt ugye tudjátok, hogy most, hogy már Spyro-nak nincs zöld kajdockája. Most már lehet timeout-olni. Reset. Nem jönnek megint B-hez, mondjuk miért is tennék. Á, tökéletesen működik nekik. Hát ezt nem hiszem el. Áááá, a fejem, levitték. Ez egy jó lövés van. Itt jön mellette. Ez a kényelmetlen helyzet, amit van. Igen, meg is késelhette volna. Kettő az egyen, és megnyertük a kört. Veszíteni már nem veszíthetünk, ez tény, megvan a 15. pont. A kérdés már csak az, lesz a 16. Nem állhatunk meg itt, mert nem erre jöttek. Sürgősen helyet kell váltani. Én a spawnjukon keresztül megyek, ha B-hez tartanak, hát ha ér valamit, hogy erre jövök. A botot elvesztettük, mintha csak Spyro-t látnám. Hers megölt valakit ügyesen. Ó, már benn vannak itt. Hát ezt nem hiszem el. Wooo! Kaptam egy másik dobozt! Nyissuk ki ezt a dobozt! Győzelmem jutalmát? Szerintem nyissuk ki ezt a sárga ládit. Térdelni biztos nem térdelem, de trédelni se fogom. Na, hát köszönöm, hogy megmentettétek a becsületünket. Még a térdelem. És itt az idő. Köszönöm a részét mindenkinek ezen a szép napon. Itt az idő ezt az új sárga ládit akkor kinyitni. Ta-ta-ta-ta! Vajon mi lesz benne, meg egyáltalán milyen ez? Kinyitjuk ezzel a kulccsal, amit ugye, mint az előbb mondottam volt, Hersnek köszönhetjük. Nézzük, hogy mit kapunk. Ugye minél, ugye a kék a leghétköznapibb, és ahogy egyre
melegebb a szín a skálán, úgy egyre ritkább. Ó, sorsolás! És sorsol... Ó! Nézd már! Kaptunk egy rare-t. Nézzük is meg gyorsan. De jó! És ha jól látom, még jó állapotban is van. Azt írja? Battlescard, akkor a pont, hogy nincs jó állapotban. Mondjuk itt biztos az előnézetben nem azt mutatja. Na mindjárt megnézzük, hogy... Én felmegyek egy random szerverre. Nézzük meg, hogy hogy néz ez ki. Ez egy NIP szerver. Nem tudok venni semmit. Hát akkor vagy... Ja, itt nincs skin. Jó, akkor ezeken nem segít. Akkor menjünk, mit tudom én, casual-re. És pillanatokon belül megnézzük. Én utálom ezt a pályát, de erre most jó lesz nekünk. Reméljük megölik Derniket, és akkor respawnolok. Hatalmas a feszültség és az izgalom. Ja, hogy kettő van belőlük, ezt nem vettem észre. Most már csak egy van, mind a kettő van. ...31-es 67 életerő. Micsoda izgalmak. Micsoda izgalmas izgalmak. Fél perc. A terroristának lépnie kell. Megölt 5-öt ebben a körben, 15-6-on áll, képes egy hatodikra. Nem. Szar a világ. Utállak, hogy nem mutatod meg, amit meg kéne, hogy mutass nekem most. Jaj, mert a terroristáknál nem állítottam be. Jó. Újra próbálkozunk, most már működni is fog a dolog. Szerintem gyűlölöm, megjegyzem. De most már pillanatokon belül tényleg tudni fogjuk, hogy hogy néz ki, amit kaptunk ebben a bizonyos sárga ládiban. A terroristák elég szar helyzetben vannak, hárman vannak hét ellen. A bombás ember egyedül van és magányosan is holtan. És egy van még, ő se sokáig lesz. Még reménykedik, egyet megölt, már csak hatot kell neki, simán megoldja. Hát és végén lehet, hogy tényleg megoldja. Jön a következő. Azt egy kicsit a dobozon keresztül lőtte le, ez csak nekem gyanús. Hát van még négy. Egyre gyanúsabb nekem, ami itt történik. Na de most már meghalt. És ez a tökéletes alkalom számunkra, hogy megnézzük, mit kaptunk a sárga ládiból, amit most közösen nyertünk és Wasabinak hála kaptunk. Így néz ki. Erre nem tudom, miért mondja, hogy Battlescard, mert szerintem semmi baja nincs. Úgyhogy használjuk egy körre, aztán ezzel befejezzük a streamet. Jól is néz ki. Ha van ebből a Star Trek verzió, lehet majd szerveket szétnapom.
Oké, hát a P90 sajnos azért még mindig egy jobb fegyver. Minden esetre köszönöm, hogy itt voltatok. Holnap Hearthstone stream, valamikor így délután tájt, nem tudom még mikor. Elvileg ugye 2-től, gyakorlatilag a jó Isten tudja. Innen folytatjuk legközelebb. One more time.